A Jézus Krisztus, Dávid fia, Ábrahám fia származását tartalmazó írat. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit, Júda nemzette Pérecet és Zerachot, Támárral, Pérez nemzette Csekront, Csekrón nemzette Arámot, Arám nemzette Aminádábot, Aminádáv nemzette Naksont. Naksón nemzette Szálmont. Szálmón nemzette Boázt, Ráhábbal. Boáz nemzette Obédet, Rúttal. Obéd nemzette Jisájt. Jisáj Jishai nemzette Dávidot, a királyt. Dávid nemzette Salamont, az Úriá feleségével. Salamon nemzette Roboámot, Roboám nemzette Abiát, Abia nemzette Asszát. Assza nemzette Jehosafátot, Jehosafát nemzette Jórámot, Jórámtól származott Uzzia. Uzia nemzette Jótámot, Jótám nemzette Akhást, Akház nemzette Ezékiást, Ezékiást nemzette Menasszét, Menassé nemzette Ámont, Ámón Amon nemzette Jósiát. Jósiától származtak Jekónia és testvérei a Babiloni deportáláskor. A Babiloni deportálás után Jekóniától származott Sealtiel, Sealtiel nemzette Zorobábelt, Zorobábel nemzette Abuodot, Abiud nemzette Eliákimot, Eliákim nemzette Ázort, Ázor nemzette Cádokot, Cádók nemzette Akimot, Akim nemzette Eliudot, Eliud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mattát, Matta nemzette Jákobot, Jákob nemzette Józsefet, Mária férjét, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak mondanak. Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babilóni deportálásig 14 nemzedék. A babilóni deportálástól a Krisztusig szintén 14 nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyját, Máriát eljegyezték Józsefnek. Mielőtt azonban egymásra élettek volna, kiderült, hogy Mária várandós a Szent Szellemtől. Vőlegénye József igaz ember volt, és nem szívesen vonta volna őt nyilvánosan felelősségre, ezért elhatározta, hogy titokban bontja fel a jegyességet. Amikor ezt így eltervezte, íme az úr a megjelen neki álmában, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj elvenni menyasszonyodat, Máriát, mert aki benne fogant, a Szent Szellemtől van. Fiút fog szülni, te pedig Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja majd meg a népét annak bűneiből. És mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr a próféta által. Íme a szűz várandós lesz, és fiút szül, akit Immanuelnek fognak nevezni, ami azt jelenti, Isten közöttünk. Miután József felébredt álmából úgy tett, amint az úrangyala parancsolta, és feleségül vette meg asszonyát. De nem ismerte meg őt addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben Heródes király napjaiban, íme tudósok érkeztek Jeruzsálembe keletről, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk a csillagát keleten, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte. Heródes királyt nagyon feldúlta, amikor ezt meghallotta, sőt, vele együtt egész Jeruzsálem is felbojdult. Összehívta valamennyi főpapot és a nép írás tudóit, és faggatta őket, hogy hol születik meg a Krisztus. Azok pedig így válaszoltak neki. A júdai Betlehemben, ugyanis így van megírva a próféták által. Te pedig, Betlehem, júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb júda fejedelmei között, hiszen belőle származik majd a fejedelem, aki pásztora lesz az én népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívta a tudósokat, és alaposan kikérdezte őket a csillag megjelenésének időpontjáról. Majd elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: Ha odaértek, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és miért megtaláltátok, tudassátok velem, hogy én is elmehessek, és leborulhassak előtte. Azok meghallgatták a királyt, azután továbbmentek. És íme a csillag, amelyet keleten láttak, vezette őket, amíg meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Ők pedig, amikor meglátták a csillagot, szertelenül nagy örömmel örvendeztek. Belépve a házba meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborulva imádták őt és kinyitva kincses ládáikat, ajándékokat tettek eléje, aranyat, tömjént és mirhát. Majd mivel álomban azt a figyelmeztetést kapták, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más útvonalon tértek haza. Miután elmentek, íme az úrangyal a megjelent Józsefnek álmában és így szólt. Kej fel, vedd a gyermeket és anyját. Menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig nem szólok neked mert Heródes kerestetni akarja a gyermeket, hogy megölje. Ő pedig felkelt, még az éjjel vette a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott tartózkodott Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit megmondott az úr a próféta által. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Heródes pedig, amikor rájött, hogy a tudósok túljártak az eszén, nagyon feldődött, és kiküldött embereivel megölette az összes fiúgyermeket, akik Betlehemben és szerte a környékén voltak, a két évesnél kisebbeket, annak az időpontnak megfelelően, amely után érdeklődött a tudósoknál. Ekkor teljesedett be, ami megmondatott Jeremiás próféta által. Hang hallatszott rámában, síratás és nagy veszékelés. A gyermekeit sírató Ráhel az, és nem akart megvégasztalódni, mert nincsenek. Amikor Heródesnek vége lett, íme Egyiptomban az Úr a megjelent Józsefnek álomban, és így szólt. Kej fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére mert halottak, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Arkelaus uralkodik Júdeában, apja Heródes helyén, félt oda menni. Így miután útmutatás kapott álomban, Galilea tartományába vonult vissza, és a Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, ami megmondatott a próféták által. Názáretinek fogják nevezni. Azokban a napokban tűnt fel keresztelő János, aki ezt hirdette a júdeai sivatagban, térjetek meg, mert közel van már a mennyek királysága, mert megmondatott Ézsaiás próféta által, kiáltónak hangja a sivatagban, készítsétek el az úrútját, egyengessétek ösvényeit, maga János teveszőrből készült ruhát és derekán bőrövet viselt. Tápláléka pedig sáska és vadméz volt. Abban az időben kijött hozzá Jeruzsálem, egész Júdea, valamint a Jordán egész környéke, és miután bűneiket megvallották, alámerítette őket a Jordán folyóban. Amikor azonban látta, hogy sok farizeus és szadduceus is eljön alámerítkezni, így szólt hozzájuk. Viperák ivadékai! kifigyelmeztetett benneteket, hogy a közelgő harag elől megmeneküljetek. Teremjetek hát a megtéréshez méltó gyümölcsöt, és ne áltassátok magatokat azzal, hogy azt mondogatjátok magatokban. A mi ősatyánk Ábrahám, mert azt mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is képes gyermekeket támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már a fák gyökerére van téve, így hát minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én ugyan alámeríthetlek titeket vízben a megtérésre, de aki utánam jön erősebb nálam. A saruját sem vagyok méltó hordozni. Ő szent szellemben és tűzben merít majd a látiteket. Kezében szórólapát, szérűjét teljesen meg fogja tisztítani. Gabonáját begyűjti majd a csűrbe, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben égeti el. Akkor tehát érkezett meg Jézus a Jordánhoz, Galileából, hogy János alámerítse őt. De János megpróbálta visszatartani. Nekem van szükségem arra, hogy te alámeríts engem, és te jössz én hozzám. Jézus azonban ezt válaszolta. Engedj most, mert így méltó hozzánk, hogy minden igazságosságot beteljesítsünk. Akkor engedett neki. Miután Jézus alá merítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyíltak a mennyek. És látta Isten szellemét, amint leereszkedik, mint egy galamb, és rászáll. És íme egy hang így szólt a mennyekből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Akkor a szellem elvitte Jézust a sivatagba hogy a rágalmazó próbára tegye. Negyven napon és negyven éjszakán át böjtölt, végül aztán megélzett. Ekkor odalépett hozzá a kísértő, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. De Jézus így válaszolt. Meg van írva. Nem csak kenyérrel él majd az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából jön ki. Ekkor magával vitte őt a rágalmazó a Szentvárosba, fölállította a templom tetőpárkányára, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, hiszen megvan írva. Angyalainak parancsot ad majd felőled, és kezükben fognak vinni téged, hogy kőben ne üsd a lábad. Jézus így felett neki. Viszont az is megvan írva, ne tett próbára az urat, a te istenedet. A rágalmazó ismét magával vitte őt egy nagyon magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes birodalmát és azok dicsőségét. Majd így szólt hozzá. Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor ezt mondta neki Jézus. Eredj a sátán mert megvan írva. Az urat, a te istenedet imád, és csak őt szolgált. Ekkor elhagyta a rágalmazó és íme, angyalok érkeztek, és szolgálták őt. És amikor Jézus meghallott, hogy János börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elköltözött Názáretből, és káfárnáumban telepedett le, amely a tengerparton Zebulón és Naftali határán feküdt, hogy beteljesedjék, ami megmondatott Ézsaiás próféta által. Zebulón földje, Naftali földje, a tengerútja, a Jordán túlpartja, a nemzetek Galileája. A sötétségben lakó nép nagy fényességet látott, és a halál országában és árnyékában lakók felett. Fény ragyogott fel. Akkortól kezdte a Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert közel van már a mennyek királysága. Amikor a Galileai tengerpartját járta, meglátott egy testvérpárt: Simont, akit Péternek mondanak, és András a testvérét, akik mivel halászok voltak, éppen hálót vetettek a tengerbe. Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem! és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok pedig azonnal letették a hálókat, és követték őt. Amint tovább haladt onnan, meglátott egy másik testvérpárt, Jakabot, Zebedályosz fiát, és Jánost, a testvérét. Éppen az apjukkal együtt javítgatták hálóikat a hajóban. Őket is elhívta. Azok azonnal otthagyták a hajójukat és apjukat, és követték őt. Jézus körbejárta egész Galileát. tanította a zsinagógáikban, hirdette a királyság evangéliumát, és meggyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget a nép között. Elterjedt a hír egészen Szíriáig, és elhozták hozzá mindazokat, akiknek valami bajuk volt, a különböző betegségekben és kínokban szenvedőket, démonizáltakat, epilepsiásokat és bénákat, ő pedig meggyógyította őket és a nagy tömeg csatlakozott hozzá Galileából, a tíz városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amikor látta a tömeget, felment a hegyre, majd miután ott leült, oda jöttek hozzá a tanítványai. Ő pedig megnyitotta a száját, és tanította őket. Boldogok a szellem koldusai, mert övék a mennyek királyság. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak majd. Boldogok a szelidek, mert ők örökölni fogják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégszenek majd. Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek majd. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak hívják majd. Boldogok, akik az igazságosság miatt üldöztetés szenvednek, mert övék a mennyek királysága. Boldogok vagytok, ha gyaláznak és üldöznek titeket és mindenféle gonosz dolgot hazudoznak rólatok miattam. Örüljetek és újongjatok, hogy nagy fizetség jár nektek a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, de ha a só elveszti az ízét, akkor mivel lehet megsózni? Semmire nem jó már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ számára a fény. Lehetetlen elrejteni a hegyen épült várost. A lámpát sem az edény alá teszik, miután meggyújtották, hanem a lámpatartóba, és világít mindenkinek, aki a házban van. Így ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsérjék atyátokat, aki a mennyekben van. Ne gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a törvényt, vagy a profétákat. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé tegyem őket. Mert úgy van, ahogy mondom nektek, ameddig az ég és a föld meg nem semmisül, egyetlen betű, vagy egyetlen írásjel sem tűnik el a törvényből, amíg az egész meg nem valósul. Aki tehát csak egyet is eltöröl, a legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, a legkisebbnek fogják mondani, a mennyek királyságában. Aki viszont teljesíti azokat, és tanítja is, azt nagynak fogják mondani, a mennyek királyságában. Mert azt mondom nektek, ha igazságosságotok nem múlja messze felül az írás tudók és a farizeusok igazságosságát, biztos, hogy nem mentek be a mennyek királyságába. Hallottátok, hogy megmondatott azoknak, akik régen éltek. Ne őj! Csak aki öl, bírói ítéletnek lesz alávetve. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki ok nélkül neheztel a testvérére, bírói ítéletnek lesz alávetve. Aki azt mondja a testvérének, te szemét, az a legfelsőbb bíróság ítéletének lesz alávetve. Aki pedig azt mondja, te idióta, az a tüzes gyehennába kerül majd. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltára viszed föl, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj el. Előbb békülj ki testvéreddel, és azután menj, és vitt fel az áldozati ajándékodat. Igyekez jó indulatú lenni ellenségeddel, amíg az úton vagy vele. Nehogy átadjon téged ellenséged a bírónak. A bíró pedig az őrnek, és börtönbe kerül. Úgy van, ahogy mondom neked. Nem jössz ki onnan, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Hallottátok, hogy megmondatott. Ne köves el házasságtörést. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki azért néz egy nőt, mert megkívánta, már házasságtörést követett el vele a szívében. Ha pedig a jobb szemed bűnre csábít téged, vájt ki, és dobd el magadtól. Jobban jársz, ha egy tagod veszik el, mint az egész testedet a gyehennába dobják. És ha a jobb kezed csábít téged bűnre, vágd le, és dobd el magadtól. Jobban jársz, ha egy tagod veszik el, mint ha egész tested a gyehennába kerül. Az is megmondatott, aki elválik feleségétől, adjon neki váló levelet. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki elválik a feleségétől, paráznaság esetét kivéve, házasság törővé teszi őt. És aki elvált nőt vesz feleségül, házasságtörést követel. Azt is hallottátok, hogy megmondatott azoknak, akik régen éltek. Ne tégy hamis esküt, hanem add meg az úrnak, amire esküdtél. Én azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten trónja. Se a földre, mert az lábainak zsámolja. Se Jeruzsálemre, mert ez a nagy királyvárosa. Sőt, a saját fejedre se esküdj, mert arra sem vagy képes, hogy egyetlen hajszáladat fehérré vagy feketévé tett. Hanem a beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. És ami ezen túlmegy, a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott. Szemet szemért, fogad fogért. Én viszont azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal. Hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is. És annak, aki pereskedni akar veled, hogy elvegye az ingedet, adod a köpenyedet is. És aki egymérföldes útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adjál, aki pedig kölcsön akar kérni tőled, ne fordulj el tőle. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd embertársadat, gyűlöld ellenségedet. Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik zaklatnak és üldöznek titeket. Hogy mennyei atyátok fiai legyetek, mert ő felkelti napját mind a gonoszra, mind a jóra, és esőt hullat az igazakra, és a nem igazakra is. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miféle fizetséget kaptok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek, mi abban a rendkívüli? Nem teszik meg ugyanezt a nemzetekhez tartozók is? Legyetek tehát tökéletesek, ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Vigyázzatok! Ne azért gyakoroljátok igazságosságotokat az emberek előtt, hogy csodáljanak benneteket. Mert ha így tesztek, nem kaptok fizetséget atyátoktól, aki a mennyekben van. Ha tehát irgalmat gyakorolsz, ne kürtöltes magad előtt, mint ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberek megdicsérjék őket. Úgy van, ahogy mondom nektek, ezzel meg is kapják fizetségüket hanem amikor irgalmat gyakorolsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy irgalmasságod rejtett legyen, és atyád, aki lát a rejtekben, nyilvánosan fogja megadni fizetséget. Amikor pedig imádkoztak, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Ők szeretnek a zsinagógákban és a széles útkereszteződésekben állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Úgy van, ahogy mondom nektek, ezzel meg is kapják fizetségüket. Úgyhogy te, amikor imádkozol, menj be a szobádba. Zárd be az ajtót magad után, és a rejtekben imádkoz atyádhoz, és atyád, aki lát a rejtekben, nyilvánosan fogja megadni fizetséget. És amikor imádkoztok, ne fecsegjetek össze-vissza, mint a nemzetekhez tartozók, mert ők azt gondolják, hogy bőbeszédűségük miatt hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát olyanok, mint ők, hiszen a ti Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a neved. Jöjjön el a királyságot. Valósuljon meg az akaratod a földön is, ugyanúgy, ahogy a mennyben. Napi kenyerünket add meg ma nekünk, és engedd el adóságainkat, ahogyan mi is elengedtük a mi adósainknak. És ne adját minket megpróbáltatásnak, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd a királyság, az erő és a dicsőség örökké. Ámen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek védkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. De ha nem bocsátjátok meg védkeiket az embereknek, a ti atyátok sem fogja megbocsátani a ti védkeiteket. Amikor pedig bőjtöltök, ne legyetek olyan komorak, mint a képmutatók, ők ugyanis eltorzítják az arcukat, hogy böjtölésük feltűnjön az embereknek. Úgy van, ahogy mondom nektek, ezzel meg is kapják fizetségüket. Amikor tehát bőjtölsz, kend meg a fejed, az arcodat pedig mozd meg, hogy ne az embereknek tűnjön fel böjtölésed, hanem a te rejtőzködő atyádnak. És atyád, aki lát elrejtőzködve, nyilvánosan fog neked megfizetni. Ne halmozzatok fel magatoknak kincseket a földön, ahol megeszi a moly és a rosda, ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem halmozzatok fel magatoknak kincseket a mennyben, ahol a moly és a rosda sem eszi meg, és ahol a tolvajok sem törhetnek be, és nem lophatják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ha tehát a szemed tiszta, egész tested világos lesz. Mik a gonosz eszemed? Egész tested sötét lesz. Hát ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora a sötétség? Senki sem képes két urat szolgálni. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik majd, és a másikat veti meg. Nem vagytok képesek Istent is, és a mammont is szolgálni. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit tegyetek, és mit igyatok, se a testetek miatt, hogy milyen ruhát vegyetek fel. Nem több az élet az ennivalónál, és a test a ruhánál. Besetek csak egy pillantást az égmadaraira. Nem vetnek, nem aratnak, nem gyűjtenek raktárakba, a ti mennyei atyátok mégis gondoskodik róluk. Nem sokkal fontosabbak vagytok náluk. Melyikőtök képes aggódásával élete idejéhez egy arasznyit is hozzátenni? A ruha miatt is mit aggódtok? Vegyétek észre a mezőn a liliomokat. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak, nem szőnek, de azt mondom nektek, salamondícsősége teljében sem öltözködött úgy, mint egy ezek közül. És ha Isten azt a mezei virágot, amely ma még virul, de holnap már a kemencébe dobják, így öltözteti, titeket nem sokkal inkább, kis hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, ne mondjatok ilyeneket. Mit tegyünk, mit ígyünk, vagy mit vegyünk magunkra? Mindezeket ugyanis a nemzetekhez tartozók kérdezgetik. Mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van hanem keressétek először Isten királyságát és az ő igazságosságát, ezek a dolgok pedig mind elétek lesznek téve. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, majd a holnap aggódik maga miatt. Elég a napnak a maga baja. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak titeket is megítélni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Mit nézegeted a szálkát testvéred szemében, mikor a saját szemedben nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek, hagyd vegyem ki a szálkát a szemedből, és közben a te szemedben, íme, ott van a gerenda. Képmutató. Először a gerendát vett ki a saját szemedből, és azután fogsz elég élesen látni ahhoz, hogy a testvéred szeméből kivedd a szákát. Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak, és ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé, nehogy megtapossák a lábukkal, majd megforduljanak és széttépjenek benneteket. Kérjetek és kapni fogtok, keressetek és találtok majd, kopogtassatok és ajtó nyílik majd előttetek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, az talál, és aki kopogtat, annak ajtó nyílik. Hiszen ki az közületek, emberek közül, aki követ ad a fiának, ha az kenyeret kér? Vagy ha halat kér, akkor melyikőtök ad neki kígyót? Hát, ha ti, gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek. Atyátok, aki a mennyekben van, sokkal inkább fog jó ajándékokat adni azoknak, akik kérnek tőle. Mindazt tehát, amit csak akartok, hogy megtegyenek veletek az emberek, ti is tegyétek meg velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapu menjetek be, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely az elveszéshez vezet, és sokan vannak, akik ezen mennek be. Milyen szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre vezet, és kevesen vannak, akik ezt megtalálják tartsátok szemmel a hamis profétákat, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Hogy szednének a bogáncsról szőlőfürtöt, vagy a búzavirágról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem. A beteg fa pedig romlott gyümölcsöt terem. Nem tud sem a jó, faromlott gyümölcsöt, sem a beteg fa jó gyümölcsöt teremni. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Nem mindenki megy be a mennyek királyságába. Aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki megteszi a mennyekben élő atyám akaratát sokan mondják majd nekem azon a napon. Uram, uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk, és nem a te nevedben űztünk démonokat? Nem tettünk sok csodát a te nevedben? Akkor majd kijelentem előttük. Soha nem ismertelek benneteket. Távozzatok előlem, akik a törvénytelenséget cselekedtétek. Mindenki tehát, aki hallja e szavaimat, és meg is cselekszi őket, hasonló lesz ahhoz az értelmes emberhez, aki házát sziklára építette. Elerett az eső, kiáradtak a folyók, fújtak a szelek, és ostromolták azt a házat, de nem dőlt össze, mert sziklára volt alapozva. Viszont mindenki, aki hallja e szavaimat, de nem cselekszi meg őket, hasonló lesz ahhoz az ostob emberhez, aki homokra építette a házát. Elerett az eső, kiáradtak a folyók, fújtak a szelek, és ostromolták azt a házat. És ez összedőlt. És hatalmas kár keletkezett benne. Amikor Jézus befejezte a beszédét, a tömeget nagyon megrázta tanítása. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írás tudok. Amikor lejött a hegyről, nagy tömeg követte. Ime egy leprás odalépett hozzá, leborult előtt, és így szólt, Uram, te meg tudsz tisztítani engem, ha akarod. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. Mire a lepra azonnal letisztult róla. Jézus pedig meghagyta neki, vigyázz! Senkinek sem mondd el, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és vidd el az ajándékot, amit Mózes rendelt, hogy bizonyíték legyen számukra. Miután bement Kafarnaumba, oda hozzá egy százados, aki így kérlelte. Uram, a szolgám bénultan fekszik otthon, és szörnyen gyötrődik. Elmegyek, és meggyógyítom, mondta Jézus. De a százados ezt válaszolta. Uram, nem vagyok alkalmas arra, hogy belépje házamba, hanem csak adj ki egy parancsot, és a szolgám meggyógyul. Hiszen én is hatalom alatt álló ember vagyok, és alattam is vannak katonák. Ha az egyiknek azt mondom, menj el, akkor elmegy. A másiknak meg azt mondom, gyere ide, akkor oda jön. Ha a rabszolgámnak azt mondom, tedd meg, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, meglepődött, és így szólt az őt követőkhöz: Úgy van, ahogy mondom nektek, Izraelben senkinél sem találtam ekkora hitet. És azt is mondom nektek, sokan eljönnek majd keletről és nyugatról, és asztalhoz telepednek. Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt a mennyek királyságában. A királyság fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Majd így szólt a századoshoz, menj, és ahogyan hittél, úgy történjen veled és abban az órában meggyógyult annak a szolgája. Egyszer Jézus bement Péter házába, és látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és a láz elhagyta az asszonyt. Az pedig felkelt, és szolgálta őt. Majd mikor beesteledett, sok démonizáltat vittek oda hozzá, ő pedig a szavával kiűzte a szellemeket, és akik rosszul voltak, azokat mind meggyógyította, hogy beteljesedjék, ami megmondatott Ézsaiás próféta által. Ő elvette erőtlenségeinket, és hordozta betegségeinket. És mikor látta Jézus, hogy milyen sokan vannak körülötte, megparancsolta, hogy keljenek át a túlpartra. Egy írás tudó odalépett hozzá, és így szólt, Mester, követni foglak, bárhová megy. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, és az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Egy másik a tanítványai közül ezt mondta neki. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így felelt. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. És beszállt a hajóba, tanítványai pedig követték és íme a tengeren nagy vihar tört ki, úgyhogy a hullámok már-már elborították a hajót, de Jézus aludt. A tanítványok azonban oda mentek hozzá, és felébresztették. Urunk, ments meg minket, elveszünk! Ilyen gyávák vagy tök, ti, kis hitűek, mondta nekik. Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és teljes szél lett. Az emberek pedig megdöbbenve mondták, honnan való ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki. Miután átért a túlpartra, a gadaraiak földjére, két démonizált közeledett felé a sírboltokból. Dühöngő őrültek voltak, úgyhogy senki sem tudott közlekedni azon az úton. És íme ezt kiabálták. Mi közünk van hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy a kijelölt idő előtt megkínoz minket? A távolban turkált egy nagy disznókonda. A démonok könyörögtek neki. Ha kiűzöl minket, küld bennünket a disznókondába. Menjetek, mondta neki Jézus. Azok pedig, ahogy kimentek, belementek a disznókba. És íme az egész konda a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. A kondások elmenekültek, beszaladtak a városba, és mindent elhírezteltek, azt is, ami a démonizáltakkal történt. És íme az egész város kijött Jézus elé, majd amikor meglátták őt, megkérték, hogy hagyja el a környéküket. Ő pedig beszállt egy hajóba, átkelt a tengeren, és saját városába ment. És ott íme odahoztak eléje egy ágyon fekvő bénát. Jézus, látva hitüket, így szólt a bénához: Légy nyugodt, gyermekem. Megvannak bocsátva a bűneid. Erre néhány írás tudó, Íme így szólt magában. Ez káromlást szól. De Jézus belelátott a gondolataikba, és megszólalt. Miért fontolgattok gonosz dolgokat a szívetekben? Hiszen mi könnyebb azt mondani, meg vannak bocsátva a bűneid, vagy azt, kelj fel és járkálj. De hogy megtudjátok, az ember fiának hatalma van a földön megbocsátani a bűnöket. Ekkor így szólt a bénához. Kelj fel, Fogd az ágyadat, és menj haza. Mire az felkelt, és hazament. És amikor látta ezt a sokaság, megrémültek, és dicsőítették az Istent, aki ilyen nagy hatalmat adott az embereknek. Jézus pedig, amikor továbbment, meglátott egy Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem. Amaz pedig fölkelt, és követte. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, íme számos vámszedő és bűnös is eljött, és letelepedtek Jézus és a tanítványok mellé. Meglátták ezt a farizeusok, és azt kérdezték a tanítványoktól. A ti mesteretek miért teszik együtt vámszedőkkel és bűnösökkel? Ő pedig meghallotta, és így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak a megtérésre. Ekkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványait pedig nem bőtölnek? Jézus ezt válaszolta hogyan gyászolhatna a násznép, amíg velük van a vőlegény. De majd eljönnek azok a napok, amikor erővel elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd bőtölnek. Senki sem tesz nyers szövetből készült foltot régi ruhára, hiszen a folt kiszakítaná a ruhát, és még csúnyább szakadás keletkezne. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben kiszakadnának a tömlők, a bor is kifolyna, és a tömlők is tönkre mennének. Hanem az új bort új tömlők betöltik, s így mindkettő megmarad. Ezeket magyarázta nekik, amikor íme egy előjáró érkezett, és leborult előtte. Most halt meg a lányom. De gyere, tedd rá a kezedet, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. Ekkor egy asszony, aki 12 éve szenvedett vérfolyásban. Hátulról oda ment hozzá, és megérintette a ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában. Ha csak megérintem a ruháját, megszabadulok. Jézus hátrafordult, és amikor meglátta, így szólt. Légy nyugodt, lányom. A hited megszabadított. És az asszony attól az órától fogva egészséges lett. Jézus pedig megérkezett az előjáró házához, és mikor meglátta a fuvolásokat és a zajongó tömeget, ezt mondta nekik: Menjetek el, mert nem halt meg a kislány, csak alszik. Erre kinevették. De miután mégis kiterelték a tömeget, Jézus bement, megfogta a kislány kezét, mire az felkelt. A történteknek pedig híre ment az egész vidéken. Amint Jézus továbbment onnan, két vak szegődött a nyomába, akik így kiáltoztak. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor Jézus bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus pedig megkérdezte őket. Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni? Mire azt válaszolták? Igen, urunk. Ekkor megérintette a szemüket, és így szólt. A hitetek szerint történjen veletek. Azoknak pedig megnyílt a szemük, Jézus keményen rájuk szólt: Vigyázzatok, senki ne tudja meg! Ám azok kimentek, és az egész vidéken elterjesztették a hírét. Miközben ezek elmenőben voltak, íme odahoztak Jézus elé egy süketném a démonizáltat. Miután kiűzte a démont, megszólalt a süketném, a sokaság pedig megdöbbent, és ezt mondták: Soha nem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok azonban kijelentették, a démonok fejedelmével űzi ki a démonokat. Jézus pedig bejárt az összes várost és falut. Tanított a sinagógáikban, hirdette a királyság evangéliumát, és meggyógyított minden betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a rengeteg embert, megindult rajtuk, mert elgyötörtek és elhagyatottak voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ekkor így szólt tanítványaihoz: A Gabonaföld nagy, a munkás viszont kevés. Kérjétek hát a Gabonaföld urát, hogy küldjön munkásokat a Gabonaföldjére. És magához hívta tizenkét tanítványát, hogy hatalmat adjon nekik a tisztátalan szellemek kiűzésére, és mindenfajta betegség és erőtlenség gyógyítására. És a tizenkét apostol neve. Az első Simon, akit Péternek neveznek, és testvére András, azután Jakab, Zebedályosz fia, és testvére János, Fülöp, és Bertalan, Tamás, és a vámszedő Máté, Jakab, Alfaiosz fia, a Lebeusznak nevezett Tádé, Simon, a Kánnáj, valamint a kerióti júdás, aki árulója is lett. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és a következőket parancsolta nekik. A nemzetek útjára ne térjetek le, szamariai városba nem menjetek be, hanem Izrael házának elveszett juhaihoz menjetek. Utatokon ezt hirdessétek, közel van már a mennyek királysága erőtleneket gyógyítsatok, halottakat támaszatok, leprásokat tisztítsatok, démonokat űzetek. Ajándékba kaptátok, ajándékba adjátok. Ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt erszényetekbe. Ne vigyetek az útra se podgyászt, se két ruhát vagy sarut, se vándorbotot, mert méltó a munkás az ételére. Ha bementek egy városba vagy faluba, tudakoljátok meg, hogy abban kiméltó rá, és annál maradjatok, amíg tovább nem mentek. Amikor bementek a házba, köszöntsétek azt ezekkel a szavakkal. Békesség a háznak. És a méltó erre az a ház, szálljon rá a ti békességetek, ha pedig nem méltó rá, békességetek térjen vissza rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, és szavaitokat sem hallgatja meg, akkor rázzátok le a portlábaitokról, mikor kimentek abból a házból vagy városból. Úgy van, ahogy mondom nektek. Szodoma és Gomorra földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme úgy küldelek el benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és tiszták, mint a galambok. Vigyázzatok az emberekkel, mert bíróságoknak adnak majd át, és zsinagógáikban meg fognak korbácsolni. Fejedelmek és királyok elé visznek benneteket miattam, hogy tanúbizonságú legyetek nekik és a nemzetekhez tartozóknak. De amikor átadnak benneteket, ne aggódjatok. Hogyan, vagy mit beszéljetek, mert abban az órában megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Nem ti beszéltek ugyanis, hanem atyátok szelleme beszél bennetek átadja majd testvér testvérét a halálra, és apa gyermekét. Fellázadnak gyermekek szüleik ellen, és megölik őket. Mindenki előtt gyűlöltek lesztek az én nevem miatt. De aki mindvégig kitart, az megszabadul. Ha az egyik városban üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba. Úgy van, ahogy mondom nektek. Semmiképpen nem járjátok végig Izrael városait, amíg az emberfia el nem jön. Egy tanítván sem áll a mestere fölött, sem rabszolga az ura fölött. Elég a tanítványnak, a olyan lesz, mint a mestere, vagy a rabszolgának, a olyan lesz, mint az ura. Ha a házurát Belzebúbnak nevezték, mennyivel inkább úgy fogják nevezni a házához tartozókat? Ne féljetek át tőlük. Nincsen semmi leplezett dolog, ami lenelepleződne, és semmi elrejtett, ami kine tudódna. Amit a sötétben mondok nektek, mondjátok a világosságban. És amit a fületekbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem képesek megölni. Inkább azt féljétek, aki a testet is, lelket is képes elpusztítani a gyehennában. Ugye, két verép fióka egy fillérbe kerül, de atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre közülük. Nektek pedig még a fejeteken lévő hajszálak is számon vannak tartva. Ne féljetek át, hiszen többet értek sok verép fiókánál. Így hát mindazokat, akik megvallanak majd engem az emberek előtt, én is megvallom majd, atyám előtt, aki a mennyekben van. De aki meg fog tagadni engem az emberek előtt, én is megtagadom majd az atyám előtt, aki a mennyekben van. Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak. Azért jöttem ugyanis, hogy elválasszam a férfit az apjától, lányt az anyjától asszonyt az anyósától, és az embernek a saját háza népe az ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzá. És aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzá. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzá. És aki megtalálja a lelkét, elveszíti, de elveszíti a lelkét, értem, az megtalálja azt. Aki befogad titeket, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogad egy profétát azért, mert az próféta, a próféta fizetségét fogja kapni. Aki pedig befogad egy igazat azért, mert az igaz, az igaz fizetségét fogja kapni. És aki csak egy pohár hideg vizet ad inni egynek, egy kicsik közül azért, mert az tanítvány, úgy van, ahogy mondom nektek. Nem veszíti el fizetségét. Amikor Jézus végzett a tizenkét tanítványának adott rendelkezéseivel, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. János pedig a börtönben hallott a Krisztus tetteiről, és így üzen neki tanítványaival. Te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. Jézus ezt válaszolta nekik: Menjetek, adjátok tudtára Jánosnak, amit hallotok és láttok. Vakok újra látnak, bénák járkálnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, koldusoknak az evangéliumot hirdetik, és boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor azok elmentek, Jézus Jánosról kezdett beszélni a tömegnek. Miért mentetek ki a sivatagba? Hogy megnézzetek egy széltől ingatott nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy lássatok egy finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat viselnek, azok királyi palotákban laknak. Hanem miért mentetek ki? Hogy lássatok egy profétát? Igen, azt mondom nektek. Profétánál és a rendkívülibbet. Ő az, akiről meg írva. Íme elküldöm előtted követemet, aki előkészíti utadat előtted. Úgy van, ahogy mondom nektek. Azok közül, akik asszonytól születtek, nem lépett fel nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a mennyek királyságában a legkisebb, nagyobb, mint ő. És keresztelő János napja óta, mindmáig a mennyek királyságába erőszakkal lehet betörni, és erőszakosok foglalják el azt. Mert minden próféta és a törvény is Jánosig profétáltak. És ha meg akarjátok érteni, ő illés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle a hallásra, hallja meg. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Olyan, mint amikor a, a gyermekek ülnek a téren, és odakiáltanak a társaiknak. Furújáztunk nektek, mégsem táncoltok, siratót énekeltünk nektek, mégsem gyászoltok. Mert eljött János. Nem eszik, nem iszik. És azt mondják rá, démon van benne. Eljött az emberfia, aki eszik is, iszik is, őre meg azt mondják. Íme egy falánk és részeges ember, a vámszedők meg a bűnösök barátja. És igazolták a bölcsességet annak gyermekei. Ekkor Jézus elkezdett szemrehányást tenni azoknak a városoknak, ahol a legtöbb erő történt általa, hogy nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsaida! Mert ha Tűroszban és Szidónban nyilvánultak volna meg azok az erők, amelyek bennetek megnyilvánultak, már régen megtértek volna zsákban és hamuban. De azt mondom nektek, Tűrosznak és Szidónak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Káfárneum, talán az égig fogsz felemeltetni? A pokolig fogsz lesüljedni mert a szodomában nyilvánultak volna meg azok az erők, amelyek benned megnyilvánultak. A mai napig fönnmaradt volna. De azt mondom nektek, a földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Ebben az időszakban így szólt Jézus. Hálát adok neked, atyám, menj és földura, hogy a bölcsök és okosak elől elrejtetted ezeket a kisgyermekeknek pedig kinyilatkoztattad. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Mindent átadott nekem az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Gyertek ide hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, és megvagytok terhelve. Én majd megpihentetlek benneteket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok majd a lelketeknek. Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű. Ebben az időszakban Jézus egyszer Gabona földeken haladt keresztül egy szombati napon tanítványai pedig megéheztek, és elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. Mikor a farizeusok ezt meglátták, így szóltak hozzá. Íme tanítványai olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Ő így válaszolt nekik. Nem olvastátok, hogy mit csinált Dávid, amikor megéhezett ő is, és azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába? És hogyan ették meg a kitett kenyereket, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem a többieknek, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszentségtelenítik a szombatot, mégis ártatlanok? Én pedig azt mondom nektek, nagyobb van itt, mint a templom. Ha tudtátok volna, mi az, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, akkor nem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Az emberfia ugyanis ura a szombatnak. Elment onnan, és bement a zsinagógájukba. És íme volt ott egy megmerevedett kezű ember. Megkérdezik Jézust, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emelhessenek ellene? De Jézus ezt válaszolta nekik: Ki az közületek emberek, aki ha van egy birkája, és az beleesik szombaton a gödörbe, nem fogja meg, és nem emeli ki onnan? Hát mennyivel fontosabb az ember egy birkánál? Szabad tehát szombaton jót cselekedni. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd a kezedet. Azt kinyújtotta, és újra ugyanolyan ép lett a keze, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és tanácskozást tartottak őróla hogy megöljék. De Jézus megtudta ezt, és elment onnan. Nagy tömeg követte, és Jézus minnyájukat meggyógyította, majd nyomatékosan felszólította őket, ne tegyék ismerté, hogy beteljesedjék, ami megmondatott Ézsaiás próféta által. Íme szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek, akiben lelkem gyönyörködik. Szellememet helyezem majd rá, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem fog vetekedni, sem kiabálni. Hangját sem hallja senki az utcákon. Repet nátszálat nem töröl. Füstölgő gyertya belet nem volt ki, amíg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a nemzetek. Ekkor egy vak és süket néma démonizáltat vittek oda hozzá. Annyira meggyógyította, hogy a süket néma beszélt is, és látott is. Az egész sokaság magán kívül volt a megdöbbenéstől, és ezt kérdezgették. Hát nem ez a Dávid fia? A farizeusok meghallották ezt, és kijelentették. Ez nem mással, mint Belzebubbal, a démonok fejedelmével űzi ki a démonokat. Jézus azonban ismerte gondolkodásmódjukat, és ezt mondta nekik. Minden önmagával meghasonlott királyság elpusztul és egyetlen önmagával meghasonlott város, vagy ház sem fog fennmaradni. És ha a sátán kiűzi a sátánt, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan fog hát megmaradni a királysága? És ha én Belzebubbal űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten szellemével űzöm ki a démonokat, akkor hamar megérkezett hozzátok az Isten királyság. Vagy hogyan tudna valaki a hatalmas házába bemenni, és elvenni a vagyonát, ha nem kötözi meg előbb a hatalmast? Akkor tudja majd kifosztani a házát. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem gyűjt velem, az pazarol. Ezért azt mondom nektek: Minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek. De a szellem káromlása nem bocsátatik meg. És aki az emberfi ellen beszél, bocsánatot fog nyerni. De aki a szent szellem ellen beszél, nem nyer bocsánatot. Sem ebben a világkorszakban, sem abban, amelyik eljön. Vagy legyen a fátok is jó. És a gyümölcse is jó. Vagy legyen a fátok beteg, és a gyümölcse is romlott. Mert a gyümölcséről lehet felismerni a fát. Viperák, ivadékai, hogyan is tudnátok jót mondani, ha egyszer gonoszak vagytok? Hiszen a szív túlcsordulásából szól a száj. A jó ember jó kincsek közül jó dolgokat hoz elő, a gonosz ember pedig. Gonosz kincsek közül gonosz dolgokat hoz elő. Azt mondom nektek, minden hiába való szóért, amit csak kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján nyilvánítanak majd igaznak, és szavaid alapján ítélnek majd el. Ekkor így feleltek neki egyes írástudók és farizeusok. Mester, jelet akarunk látni tőled. De ő így válaszolt nekik. Jelet keres a gonosz és házasság törő nemzedék, de nem kap jelet, csak a Jónás próféta jelét. Mert ahogy a Jónás a cett gyomrában volt három napon és három éjszakán át, így lesz az emberfia a föld gyomrában három napon, és három éjszakán át. Ninive férfiai feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt, mert ők megtértek Jónás ige hirdetésére, és íme nagyobb van itt, Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt, mert ő eljött a föld pereméről, hogy hallja Salamon bölcsességét, és íme nagyobb van itt Salamonnál. Amikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen helyeken bolyong, hogy nyugalmat keressen, de nem talál. Ekkor így szól, visszamegyek a házamba, ahonnét kijöttem. Vissza is tér, és üresen, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vesz hét másik magánál gonoszabb szellemet. Bemegy, és ott lakik. És annak az embernek a végső állapota rosszabb lesz az előzőeknél. Így történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Még szólt a sokasághoz, amikor íme az anyja és a testvérei kint megálltak, mert beszélni akartak vele. Valaki ezt mondta neki. Íme anyád és testvéreid kint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő így válaszolt annak, aki szólt neki: Ki az én anyám? És kik az én testvéreim? És kinyújtotta a kezét, rámutatott a tanítványaira, és így szólt: Íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki megteszi mennyekben élő atyám akaratát, az az én öcsém, Hugom és anyám. Ugyanezen a napon Jézus kiment a házból, és a tengerparton ült. És nagyon sokan gyűltek hozzá, úgyhogy beszállt egy hajóba, és abban foglalt helyet, míg az egész sokaság a sík tengerparton állt meg. Ő pedig sok mindent mondott nekik példázatokban. Íme a vető kiment vetni. Vetés közben egyes magok az út mellé hullottak, a madarak pedig odarepültek és felcsipegették. Voltak olyan magok, amelyek köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük, és azonnal kikeltek, mivel hogy a földjük nem volt mély. De amikor felkelt a nap, megperzselődtek, és miután nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok a tövisek közé hullottak, a felnövekedett tövisek pedig megfojtották őket. A többi mag viszont a jó földbe hullott, és termést is hozott. Volt amelyik még százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg. A tanítványok odamentek mentek hozzá, és megkérdezték. Miért példázatokban beszélsz hozzájuk? Jézus így válaszolt nekik. Nektek megadatott, hogy megismerjetek a mennynek királyságának titkait. Nekik azonban nem adatot meg. Mert akinek van, annak még adatik, hogy fölöslege is lesz, de akinek nincs, még amilyen van, azt is elveszik tőle. Ezért szólok hozzájuk példázatokban, mert néznek, de nem látnak, és hallgatnak, de nem hallanak, és nem is értenek semmit és beteljesedik rajtuk Ézsaiás proféciája, amely így szól. Halván hallani fogtok, de ne értsetek, nézvén nézni fogtok, de ne lássatok, mert elhájasodott a szíve ennek a népnek, és nehéz hallásúakká lettek. Szemüket lehunyták, hogy soha ne lássanak szemükkel, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Úgy van, ahogy mondom nektek. Sok próféta és igaz vágyott arra, hogy lássa, amit ti láttok, de nem látták. Hogy hallja, amit ti hallotok, de nem hallották. Halljátok hát meg a vető példázatát. Mindenki ez, aki hallja a királyságról szóló igét, de nem érti meg. Eljön a gonosz, és kikapja, ami a szívébe vettetett. Ez az út mellé hullott mag. A köves talajba vetett mag. Ez az, aki hallgatja az igét, és rögtön örömmel be is fogadja, de nem eresz benne gyökeret, hanem csak rövid ideig tart ki, és egy szorongattatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal csapdába esik. A tövis közé vetett mag. Ez az, aki hallja ugyan az igét, de a világkorszak gondja és a gazdagság családsága megfolytja az igét, és az terméketlen marad. A jó vetett mag pedig, ez az, aki hallja az igét, meg is érti, és már termést is hoz. Az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, szorosat a harmadik pedig 30-szorosat. Egy másik példázatot is eléjük tárt. Hasonlít a mennyek királysága egy olyan emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége, és konkói perjét vetett végig a gabona közé, majd elment. Mikor kikelt a vetés és termést hozott, láthatóvá vált a konkoly perje is. Oda mentek a rabszolgák a gazdához, és ezt mondták neki. Urunk, nem jó magot vetettél földedbe? Hogy kerül oda a konkoly perje? Az így válaszolt nekik. Egy ellenséges ember csinálta ezt. A rabszolgái megkérdezték tőle. Akarod hát, hogy elmenjünk és összeszedjük? De ő ezt válaszolta. Nem. Nehogy amikor összeszeditek a konkói perjét, kiszaggassátok vele együtt a gabonát is. Hagyjátok, hadd növekedjen mindkettő az aratásig. Aratáskor pedig azt mondom majd az aratóknak. Szedjétek össze először a konkói perjét. Kössétek nyalába, hogy el égetni. A gabonát pedig gyűjtsétek be a raktáromba. Egy másik példázatot is eléjük tárt, hasonlít a mennyek királysága a mustármakhoz, amelyet fogott egy ember és elvetett a földjébe. Ez kisebb minden más magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz a többi veteménynél, és akkor a fávánő, hogy oda repülnek az ég madarai, és fészket raknak az ágain. Újabb példázatot is elejük tárt. Hasonlít a mennyek királysága az élesztőhöz, amelyet egy asszony beletett három mérce még míg az egész meg nem kelt. Ezeket mind példázatokba mondta Jézus a tömegnek, és példázat nélkül nem is mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit megmondatott a próféta által. Megnyitom majd számat példázatokkal, a világ alapítása óta elrejtett dolgokat mondok ki. Ekkor elküldte a tömeget, és bement a házba. Oda jöttek hozzá a tanítványai, és így szóltak. Világíts meg nekünk a szántóföldön nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a királyság fiai. A konkoly perje a gonosz fiai. Az ellenség, aki azt elhinti, a rágalmazó. Az aratás ennek a világkorszaknak a lezárása. Az aratók pedig az angyalok. Ahogy tehát összeszedik a konkóperjét és tűzben elégetik, így történik majd a világkorszak lezárásakor. Az emberfia el fogja küldeni az angyalait akik összeszednek a királyságából mindenkit, aki bűre csábít, és azokat, akik törvénytelenséget cselekszenek, és a tüzes kemencébe vetik őket, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak felragyognak, mint a nap, atyú királyságában. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Hasonlít a mennyek királysága a mezőn elrejtett kincshez, amelyet megtalált egy ember, és elrejtette. Majd örömében elmegy, eladja mindenét, ami csak van, és megveszi azt a mezőt. Hasonlít a mennyek királysága ahhoz a kereskedőhöz is, aki szép, igaz gyöngyök után kutat. És amikor talált egy nagyon értékes gyöngyöt, elment, mindenét eladta, amilyet csak volt, és megvette azt. Hasonlít a mennyek királysága a kerítőhálóhoz is, amelyet bevetettek a tengerbe, és mindenféle fajtából fogott. Amikor pedig megtelt, partra vonták, leültek, és a jókat vödörbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kidobták. Így lesz ennek a világkorszaknak a lezárásakor. Eljönnek az angyalok. Elkülönítik a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Megértettétek mindezeket? Igen, válaszolták nekik. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ezért minden olyan írás tudó, akit megtanítanak a mennyek királyságára, hasonló ahhoz a házigazdához, aki a kincseiből újakat és régieket hoz elő. És úgy történt, hogy miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, eltávozott onnan. Saját hazájába ment, és tanította őket a zsinagógáikban olyannyira, hogy feldúltan mondogatták. Honnan van neki ez a bölcsesség, és ezek az erők? Nem ez az ács fia? Nem Máriának hívják az anyját, és Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak az öccseit? Nem itt él közöttünk az összes húga is? Akkor meg honnan lett neki mindez? És megbotránkoztak rajta. Jézus pedig ezt mondta nekik. Sehol sincs a proféta tisztelet nélkül, kivéve a hazáját és saját otthonát. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Ebben az időszakban hallotta meg Heródes, negyedes fejedelem, a Jézusról szóló híreket. És így szól szolgályoz. Ez keresztelő János. Ő támad fel a halottak közül. Azért működnek benne az erők. Mert Heródes fogadta el Jánost, verette bilincsbe és vettette börtönbe bátyának, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt. János ugyanis ezt mondta neki, nem szabad elvenned őt. Meg is akarta öletni, ám félt a sokaságtól, mert profétának tartották Jánost. De eljött Heródes születésnapja, és ebből az alkalomból Heródiás lánya táncolt előttük, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel megígérte, hogy megadja neki, amit csak kér. Az pedig anyja rábeszélésére ezt mondta ad nekem ide egy tálon keresztelő János fejét. A királyt ugyan elszomorította a dolog, de esküje és a vacsora vendégek miatt mégis megparancsolta, hogy adják neki oda. Elküldött, és lefejeztette Jánost a börtönben. Utána feloszták a fejet egy tálon, és a lánynak adták, azt pedig odavitte az anyjának. János tanítványai pedig elmentek a holtestért. Elvitték és eltemették. Majd felkeresték Jézust, hogy tudassák vele a történteket. Amikor ezt Jézus meghallotta, hajón visszavonult onnan egy elhagyatott helyre egyedül. Amikor azonban a sokaság erről tudomás szerzett, gyalog utána mentek a városokból, úgyhogy Jézus, mikor a hajóból kiszállt, nagy tömeget látott. Bensője megindult rajtuk, és meggyógyította a közöttük lévő betegeket. Szürkületkor odaléptek hozzá a tanítványai. Elhagyatott helyez, és már későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy elmenjenek a falvakba, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus így válaszolt nekik. Nem kell elmenniük. Adjatok nekik ti enni. A tanítványok így feleltek. Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Hozzátok ide, mondta neki Jézus. A sokaságnak pedig megparancsolta, hogy telepedjenek le a fűbe. Fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, hálát adott, majd megtörte, és a tanítványoknak adta a kenyeret. A tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. Azután tizenkét kosarat szedtek tele a megmaradt kenyérdarabokkal. Körülbelül ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezután azonnal kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak fel a hajóra, és menjenek el előtte a túlsó partra, amíg ő elküldi a sokaságot. Miután elküldte őket, felment a hegyre, hogy egyedül imádkozzon. Beesteledett és csak ő volt ott. Ekkor a hajó már sok száz méterre eltávolodott a parttól. Azonban a hullámok nagyon próbára tették, mert ellenszél volt. A negyedik éjjeli őrváltás idején pedig elindult feléjük a tengeren sétálva. Tanítványai pedig, amint meglátták, hogy a tengere járkál, rémülten mondták. Ez kísértett, és kiáltoztak a félelemtől. De Jézus azonnal megszólította őket. Nyugalom, én vagyok az, ne féljetek. Péter így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg nekem, hogy menjek hozzád a vizen. Gyere, mondta Jézus. Péter pedig kiszállt a hajóból, elkezdett járkálni a vizen, és Jézus felé közeledett. Ahogy azonban a rendkívül erős szélre figyelt, megijedt, és elkezdett süllyedni. Felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és így szólt hozzá: Kis hitű, miért kezdtél el kételkedni? És amikor visszaszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban a levők pedig leborultak előtte, és azt mondták: Valóban Isten fél vagy. Ezután átkeltek, és megérkeztek Genezáret földjére. A környékel lakó férfiak felismerték Jézust, úgyhogy az egész vidéken szétküldtek. Így mindazokat, akik rosszul voltak, odahozták eléje, és kérték, hogy csak ruhájának szegélyét hadd érintsék meg. És ahányan csak megérintették, megszabadultak. Ekkor farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, és ezt mondták. Miért hágják át tanítványaid a vének hagyományát? Nem mosnak kezet, mielőtt kenyeret esznek. Jézus így felelt nekik. Ti meg miért hágjátok át Isten parancsát a ti hagyományotokkal? Hiszen Isten azt mondta, tisztelt apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, az halállal bűnhödjék. Ti viszont azt mondjátok, hogyha valaki azt mondja apjának vagy anyának? Áldozati ajándék mindaz, amiből segítenem kellene téged. Már ne is tisztelje az apját vagy az anyját. És így érvénytelenné tettétek a hagyományotokkal az Isten Kép Képmutatók. jó profétált rólatok Ézsaiás, amikor így szólt. Ez a nép ajkaival tisztel engem, de távol tartja tőlem a szívét. Pedig hiába félnek engem, a tanításaik, melyeket tanítanak emberi parancsok. Majd magához hívta a tömeget, és ezt mondta nekik: Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján, azt teszi tisztátalanná az embert. Ekkor odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták. Tudod, hogy amikor a farizeusok meghallották a beszédedet, megbotránkoztak? Ő így válaszolt nekik. Minden palánta, amelyet nem mennyei atyám ültetett el, gyökeres Ne törődjetek velük. Vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet vakot, mind a kettő a gödörbe fog esni. Erre Péter így szólt, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. De Jézus így válaszolt: Ti is értetlenek vagytok még mindig? Nem fogjátok föl, hogy mindaz, ami bemegy a szájon, a gyomorba kerül, és az árnyék székbe ürül? Ami azonban kijön a szájon, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz tervek, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások hamis tanúskodások, káromlások. Ezek azok, amelyek tisztátalanná teszik az embert. A mosatlan kézzel való evés pedig nem teszi tisztátalanná az embert. Jézus elment onnan Tűrosz és Szidón környékére. És íme egy kanaánita asszony, aki azokról a vidékekről származott, így kiáltozott. Könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat gonoszul gyötrik a démonok. De Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. A tanítványai odaléptek hozzá és kérlelték, szabadítsd meg, mert kiátozik utánunk. De Jézus így felelt. Nem küldettem máshoz, mint Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony azonban odaért, leborult előtte, és így szólt. Uram, segíts rajtam! Ő ezt felelte. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni dobni a kutyakölyköknek. Az asszony erre így szólt. Igen, uram, hiszen a kutyakölykök is esznek azokból a morzsákból, amelyek gazdáik asztaláról lehullanak. Ekkor Jézus így felett neki. Asszony, nagy a te hited. Történjem veled úgy, ahogy te akarod a lánya pedig attól az órától fogva egészséges lett. És Jézus átment onnan a galileai tengerpartjára, és ott fölmenve a hegyre, ott leült. Nagy tömeg jött hozzá, akik bénákat, vakokat, csonkákat, csüketnémákat és sok más beteget helyeztek Jézus lábai elé, akiket magukkal hoztak. Ő pedig meggyógyította őket. Olyannyira, hogy a sokaság meg volt döbbenve, amikor látta, hogy süketnémák beszélnek, csonkák éppé válnak, bénák járkálnak és vakok látnak, és felmagasztalták Izraelistenét. Jézus pedig magához hívta a tanítványait, és így szólt hozzájuk. Megindultam ezen a tömegen, mert már három napja velem vannak, pedig nincs mit enniük. Nem akarom őket kiéhezve elküldeni, nehogy kimerüljenek az úton. Tanítványai ezt mondták neki. Honnan lenne ilyen lakatlan helyen annyi kenyerünk, hogy ekkora tömeget jól lakassunk? Hány kenyeretek van? kérdezte tőlük Jézus. Hét. És néhány kis halunk, válaszolták. Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjenek le a földre. Majd fogta a kenyeret. És a halakat hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Mindannyian jönettek, és jól is laktak. És a fölöslegesen maradt darabokkal hét kosarat raktak tele, pedig négyezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezután elküldte a tömeget, hajóra szállt, és magadan vidékére ment és farizeusok, valamint szadduceusok érkeztek hozzá, és hogy próbára tegyék, kérték, mutasson számukra jelet az égből. Jézus azonban így felelt nekik. Mikor beesteledik, azt mondjátok, szép idő jön, mert vörös az ég. Kora reggel pedig ma vihar lesz, mert vörös és borult az ég. Az ég színéről ítélni tudtok, az idők jeleiről pedig nem tudtok. Jelet keres a gonosz, és törő nemzedék, de nem kap jelet, csak a Jónás jelét. Ezzel ott hagyta őket, és elment. A tanítványok pedig, amikor a túlsó partra mentek, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. De azok arról beszélgettek egymás között, hogy nem hoztak kenyeret. Jézus észrevette ezt, és így szólt. Mit beszélgettek egymás között, kisítőek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem fogtátok fel, és nem jut eszetekbe az ötezernek az öt kenyere? És hogy hány kosárnyit szedtetek össze? Sem a hét kenyér a négyezernek? És hogy hány kosárral szedtetek össze? Hogy, hogy nem fogjátok fel, hogy nem kenyérről beszéltem nektek? óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem a kenyérbe való kovászról mondta, hogy óvakodjanak tőle, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításáról. Miközben Fülöp Cazareájának vidéke felé haladtak, Jézus megkérdezte tanítványait. Mit mondanak az emberek, Kicsoda az ember fia? Így válaszoltak. Egyesek szerint keresztelő János. Mások szerint illés. Vannak, akik azt mondják, hogy Jeremiás vagy egy a próféták közül. Erre ő így szólt. És ti? Minek mondatok engem? Ki vagyok? Simon Péter ezt felelte. Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Jézus erre így válaszolt neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, hogy nem test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És én mondom neked, te Péter vagy. Én pedig ezen a sziklaszírtem fogom felépíteni egy házamat, és a pokol kapui sem fogják azt legyőzni neked fogom adni a mennyek királyságának kulcsait. És minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben. És minden, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben. Ekkor megparancsolta tanítványainak. Senkinek nem mondják, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte Jézus magyarázni tanítványainak, hogy fel kell mennie a Jeruzsálembe. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írás tudokról majd meg kell halnia, és a harmadik napon feltámadnia. Péter pedig félrevonta őt, és elkezdett neki szemrehányást tenni ilyen szavakkal. Isten irgalmazzon neked, uram, semmiképpen nem történhet ez meg veled. Ő pedig hátrafordult, és azt mondta Péternek. Eredj innen, sátán! Csapda vagy számomra, mert nem az Isten dolgaival vagy elfoglalva, hanem az emberek dolgaival. Ekkor így szólt Jézus a tanítványaihoz. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszíti azt. De aki elveszíti a lelkét, értem, az meg fogja találni. Mert mi haszna lesz az embernek abból, ha az egész világot megszerzi, de a lelke károsodik? Milyen váltságdíjat ad majd az ember a lelkért? Mert az ember fia el fog jönni atyának dicsőségében, angyalaival együtt. És akkor mindenkinek cselekedete szerint fizet majd. Úgy van, ahogy mondom nektek. Az itt állók közül egyesek, Semmiképpen nem ézlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát eljönni királyságában. Hat napal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre, csak magukban. Ott átváltozott előttük, és arca úgy elkezdett fényleni, mint a nap ruhája pedig olyan fehérré vált, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Erre Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, olyan jó itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek is egyet. Még beszélt, amikor Íme egy fénylő felhő beárnyékolta őket, és íme egy hang ezt mondta a felhőből. Ez az én szeretet, fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és nagyon megrettentek. De Jézus oda ment hozzájuk, és megérintette őket. Keljetek föl, és ne féljetek. És amint felnéztek, nem láttak senki mást. Csak Jézust. Egyetül. Amikor lefelé jöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik, senkinek sem mondjátok el a látomást, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. A tanítványai megkérdezték, miért mondják hát az írás tudók, hogy illésnek kell előbb eljönnie? Jézus így felelt. Illés ugyan valóban eljön, és helyreállít mindent. Én viszont azt mondom nektek, illés már eljött, de nem ismerték fel őt, hanem kényük, kedvük szerint bántak vele. Így kell majd az emberfiának is szenvednie tőlük. Ekkor a tanítványok megértették, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Amikor visszaértek a tömeghez, odament ment hozzá egy ember, és térdre esve kérlelte. Uram, Könyörülj a fiamon, mert epilepsziás és gonoszul szenved. Sokszor tűzbe, sokszor meg vízbe esik. Elosztam a tanítványait tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és eltorzult nemzedék. Meddig leszek még köztetek? Meddig foglak még elviselni benneteket? Hozzátok őt ide hozzám. Jézus ráparancsolt, és kiment belőle a démon és attól az órától fogva egészséges lett a gyermek. Ekkor odamentek Jézushoz a tanítványai magukban, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig azt mondta nekik, a kis hitűségetek miatt, mert úgy van, ahogy mondom nektek, ha akkora hitetek van, mint egy mustármag, azt mondjátok majd ennek a hegynek, menj innen oda, és oda fog menni és semmi sem lesz nektek lehetetlen. Ez a fajta egyébként nem megy ki másképp, csak imával és bőtöléssel. Amikor újra összegyűltek Galileában, Jézus ezt mondta nekik. Szükséges, hogy az emberfi az emberek kezébe kerüljen. Meg fogják ölni, de a harmadik napon fel fog támadni. Erre nagyon elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez a két drachmaszedők, és megkérdezték. A ti mesteretek nem fizeti a két drachmát? De igen, válaszolta Péter. Amikor aztán bement a házba, Jézus megelőzte a kérdésével. Mi a véleményed, Simon? A föld királyai kitől szednek vámot, vagy adót? A fiaiktól, vagy az idegenektől? Az idegenektől, mondta Péter. Jézus így felelt. Tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj ki a tengerre. Dobd be a horgodat, és az első halat, amelyik ráakad, vet ki. Amint kinyitod a száját, találsz benne egy statért. Fogd, és adod a nekik értem, és magadért. Ugyanabban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték. Ki a nagyobb a mennyek királyságában? Erre ő odahívott egy kisgyermeket, középre állította közöttük, majd így szólt. Úgy van, ahogy mondom nektek. Ha nem tértek meg, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek királyságába. Tehát aki megalázza magát, hogy olyan legyen, mint ez a gyermek, az a nagyobb a mennyek királyságában. Aki pedig befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemért, engem fogad be. Aki bűnbe visz, csak egyet is ezek közül, a kicsik közül. Akik hisznek bennem. Jobban jár, ha egy súlyos malomkövet akasztanak a nyakába, és elsüllyesztik a tenger mélyére jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert szükségszerű ugyan, hogy jöjjenek botránkozások. Mégis jaj annak az embernek, aki által a botránkozás jön. Ha a kezed vagy lábad bűnre csábít téged, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb csonkán vagy sántán bemennel az életre, mint hogy két kézzel vagy két lábbal dobjanak az örök tűzre. És az egyik szemed bűnre csábít, vágyt ki, és dobd el magadtól, mert jobb fél szemmel bemenned az életre, mint hogy két szemmel dobjanak a tüzes gyehennára. Vigyázzatok! Nehogy lenézzetek csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem. Mert azt mondom nektek, angyalaik a mennyekben mindig látják mennyei atyám arcát. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett. Mi a véleményetek? Ha egy embernek száz juha van, és egy közülük eltéved, nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha sikerül megtalálnia, úgy van, ahogy mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy nem akarja mennyei atyátok, hogy csak egy is elveszen ezek közül a kicsik közül. Ha a testvéred bűnt követel ellened, menj, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerte a testvéredet. Ha nem hallgat rád, ved magad mellé még egy vagy két testvéredet, hogy két vagy három száj tanúságtételén megállhasson minden beszéd. Ha pedig rájuk sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek és ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen olyan előtted, mint a nemzetekhez tartozó és a vámszedő. Úgy van, ahogy mondom nektek. Amit csak megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben. És amit csak feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben. Még egyszer mondom. Ha ketten közületek összhangban vannak minden dologgal kapcsolatban, amit csak kérnek, meg lesz nekik mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűjtetnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Ekkor Péter odament hozzá és megkérdezte: Uram, hányszor követhet el bűnt ellenem a testvérem, és kell neki megbocsátanom? Még hétszer is? Jézus azt válaszolta neki: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem azt, hogy még hetvenszer hétszer is. Ezért a mennyek királysága hasonlít ahhoz a földi királyhoz, aki elhatározta, hogy elszámoltatja a szolgáit. Amikor elkezdte az elszámoltatást, oda vezettek hozzá egyet, aki tízezer talentummal tartozott. De nem volt miből megadnia, ezért az ura megparancsolta, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyet csak van, és így törleszék az adóságot. A szolga leborulva könyörgött neki, légy türelmes hozzám, és mindent visszafizetek neked. Az úra megindult a szolgán, szabadon bocsátotta és elengedte a tartozását is. A szolga pedig kiment, és ott találta az egyik szolgatását, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa leborult, és úgy kérlelte, légy türelmes hozzám, és meg fogom adni neked. Az viszont nem akarta, hanem elment és börtönbe vettette, amíg meg nem adja a tartozását. Szolgatásai ennek láttán nagyon elszomorodtak, elmentek és uruk tudomására hozták a történteket. Ekkor az ura magához hívatta őt, és ezt mondta neki. Te gonosz szolga! Minden tartozásodat elengedtem, mivel hogy kérleltél engem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásadon, ahogy én könyörültem rajtad? Megharagudott az ura, és átadta őt a kínzóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátatok testvéreteknek. E tanítások végeztével Jézus elment Galileából Júdeának a Jordánon túl fekvő vidékére. Nagy tömeg követte, ő pedig meggyógyította őket ott. És farizeusok érkeztek hozzá, és hogy próbára tegyék, megkérdezték: Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania feleségét? Őrzöm a visszakérdezett. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonyá teremtette őket? És ezt mondta: Emiatt a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött. Ember ne válassza szét. Erre azt mondták neki. Akkor Mózes miért parancsolta meg, hogy adjon vállólevelet és úgy bocsássa el? Jézus így válaszolt. Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok a feleségeteket. De ez kezdettől nem így volt. Azt mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, de nem paráznaság miatt, és mást veszel, házasság törést követel. Aki pedig elvált nőt veszel, szintén házasság követel. Tanítványai erre ezt mondták. Ha ilyen felelőssége van a férfinak az asszony iránt, nem éri meg megházasodni. Jézus ezt válaszolta. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, hanem akinek megadatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek annak. Vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki. És vannak heréltek, akik magukat herélték ki a mennyek királyságáért. Aki be tudja fogadni, az fogadja be. Ekkor kisgyermekeket vittek oda hozzá, hogy rájuk tegye a kezét és imádkozzon értük a tanítványok pedig rájuk szóltak. De Jézus azt mondta, hagyjátok a gyermekeket, ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek királysága. És rájuk tette a kezét, majd elment onnan. És íme oda hozzá valaki, és megkérdezte, jó mester, milyen jó tettet hajtsak végre, hogy örök életet szerezzek. Jézus így válaszolt neki, Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, hanem csak egy, az Isten. Ha be akarsz menni az életbe, tartsd meg a parancsokat. Mire azt kérdezte? Melyeket? Jézus ezt válaszolta neki. Azt, hogy ne őj. Ne kövessel házasságtörést. Ne lopj. Ne tanúskodj hamisan tiszteld apádat és anyádat. Szeresd az embertársadat, mint önmagadat. Így felelt neki az ifjú. Ezeket mind megőriztem. Mi hiányzik még? Jézus ezt mondta neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a javaidat. Ossz szét a nincs között, és akkor kincsed lesz a mennyekben, és gyere, kövess engem. Ám az ifjú e szavak hallatán szomorúan elment, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig így szólt a tanítványaihoz. Úgy van, ahogy mondom nektek, a gazda kelletlenül fog bemenni a mennyek királyságába. Még egyszer mondom, könnyebb a tevének a tűfokán keresztül menni, mint a gazdagnak az Isten királyságába bemenni. Amikor ezt meghallották a tanítványok, nagyon megrendültek, és azt kérdezték: Hát akkor ki képes üdvözölni? Jézus rájuk tekintett, és ezt válaszolta nekik: Az emberek szemében ez lehetetlen. Isten szemében azonban minden lehetséges. Ekkor Péter így felelt neki: Íme, mi mindent hátrahagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát nekünk? Erre Jézus ezt mondta nekik: Úgy van, ahogy mondom nektek: Ti, aki követtetek engem az újjászületésben, amikor az emberfia majd helyet foglal a dicsőségének trónján, ti is le fogtok ülni tizenkét trónra, és itt élkezni fogtok Izrael tizenkét törzse felett. És mindenki, aki házakat, vagy fivéreket, vagy nővéreket, apát, vagy anyát, gyermekeket vagy szántóföldeket hagyott el az én nevem miatt, a százszorosát fogja megkapni, és örök életet nyer majd örökségül. De sok elsőből utolsó lesz, sok utolsóból pedig első. A mennyek királysága ugyanis hasonló ahhoz a gazdához, aki koráreggel kiment, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlőjébe megegyezett a munkásokkal aznapra egy dénárban, és kiküldte őket a szőlőbe. Három óra körül is kiment, és látott másokat is tétlenül áldogálni a piacon. Így szólt hozzájuk. Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek. Azok pedig elmentek. A szőlős gazda hét és kilenc óra körül ismét kiment, és ugyanígy tett. 11 óra körül is találtott némelyeket áldogálni, és ezt kérdezte tőlük. Ti meg mit áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok így válaszoltak neki. Mert senki sem fogadott fel bennünket. Ezt mondta nekik is. Menjetek ki ti is a szőlőbe. Este felé így szólt a szőlős gazda az intézőnek. Hivasd a munkásokat, és fizest ki a bérüket, az utolsókkal kezdve az elsőkig. Jöttek a 11 órakor fölvettek, és egy-egy dénárt kaptak. Jöttek az elsők is, akik azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, így morgolódtak a gazda ellen. Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tettek őket velünk, akik viseltük a nap terhét és a forróságot. Az így válaszolt az egyiknek közülük. Barátom, nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tied, és menj. És ennek az utolsónak is ugyanannyit akarok adni, mint neked. Vagy talán nincs jogom azt tenni az enyémmel, amit akarok? Vagy talán a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. És Jézus, amikor felment Jeruzsálembe, magához vette tizenkét tanítványát, csak őket egyedül, és útközben így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapok és írás tudók kezébe. Azok halára ítélik, majd átadják a nemzetek közül valóknak, hogy azok kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék de a harmadik napon fel fog támadni. Ekkor fiaival együtt oda ment hozzá Zebedájosz fiainak anyja, és leborult előtte, hogy kérjen valamit tőle. Jézus megkérdezte, mit szeretnél? Az így szólt. Mondd, hogy üljön melletted, ez az én két fiam, egyikük jobb felől, a másik bal felől, a te De Jézus így felelt. Nem tudjátok, mit kértek. Képesek vagytok arra, hogy kiígyátok azt a poharat, amelyet én kifogok inni? Képesek vagyunk, mondták neki. Jézus így folytatta. A poharamat ugyan kifogjátok inni, de az ülőhelyet a jobbomon és a balomon nem az én dolgom megadni, hanem azoké az, akiknek atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudtak a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta nekik: Tudjátok, hogy a nemzeteken zsarnokoskodnak uralkodóik, és nagyjaik visszaélnek a hatalmukkal. Közöttetek ne így legyen, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen a szolgátok. Aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok mint ahogyan az ember sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy a lelkét adja váltságdíjul sokakért. Amint kimentek Jerikóból, nagy tömeg követte. És íme két vak üldögélt az út mentén, akik, mikor meghallották, hogy Jézus megy el mellettük, felkiáltottak. Könyörűj rajtunk, urunk, Dávid fia! A sokaság rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de azok még hangosabb kiabálásban törtek ki. Könyörülj rajtunk, urunk, Dávid fia! Jézus megállt, és magához szólította őket. Mit akartok, mit tegyek veletek? Így válaszoltak. Azt, urunk, hogy megnyíljon a szemünk. Jézus megindult rajtuk, és megérintette a szemüket. Azok pedig azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Amikor Jeruzsálem felé közeledve beértek az olajfák hegyénél fekvő Betfagéba, Jézus elküldte két tanítványát, és azt mondta nekik. Menjetek be a szemközti faluba, és ott mindjárt fogtok találni egy megkötött szamarat a csikójával. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. És ha bárki bármit mond nektek, mondjátok, hogy a gazdájuknak van szüksége rájuk, de rögtön visszaküldi őket. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit megmondatott a próféta által. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyodjon hozzád, szelíd, szamár háton ülő, teherhordó állat csikóján. A tanítványok tehát elmentek, és úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat és csikóját, Rájuk helyezték köpenyeiket, ő pedig felült rájuk. Többen a tömegből köpenyeiket az útra terítették. Mások ágakat vágtak le a fákról, és azt szórták az útra. A sokaság pedig, amely előtte és mögötte ment, így kiáltozott. Hozsána Dávid fiának, áldott ki az Úr nevébe jön. Hozsána a magasságban és amint bevonult Jeruzsálembe, az egész város felbojdult, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A hát tömeg pedig ezt válaszolta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Jézus pedig bement a templomba, és kiűzött mindenkit, akik árusítottak, vagy vásároltak a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat az imádság házának nevezik majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És vakok és csonkák jöttek hozzá a templomban, ő pedig meggyógyította őket. Amikor látták a főpapok és az írástudók a csodákat, amelyeket Jézus tett, és a gyermekeket, akik így kiabáltak a templomban Hozsána, a Dávid fiának dühösen megkérdezték tőle Hallod, mit mondanak ezek? Jézus így válaszolt nekik Persze. Sohasem olvastátok, hogy kisgyermekek és csecsemők szájából szereztél dicséretet? Ezzel ott hagyta őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Korán reggel pedig, amikor visszafelé ment a városba, megéhezett. Meglátott egy fügefát az úton, és odament. De levélen kívül semmit nem talált rajta, mire így szólt a fához. Soha többé ne teremjen rajta gyümölcs. És a fügefa azonnal kiszáradt. Amikor a tanítványok ezt meglátták, megdöbbentek. Hogyan szárad ki ilyen hirtelen a fügefa? Jézus így válaszolt nekik: Úgy van, ahogy mondom nektek: Ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak olyanokat fogtok tenni, ami a fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: emeltessél fel, és vettessél a tengerbe, meg fog történni. És mindazt, amit csak hittel kértek imátokban, megkapjátok. Amikor bement a templomba, oda mentek hozzá a főpapok és a népvénei, miközben tanított és megkérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a felhatalmazást? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek egy dolgot, és ha válaszoltok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. A János általi alámerítkezés honnan származott? a mennyből, vagy emberektől. Azok így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, akkor azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha viszont azt mondjuk, hogy az emberektől, akkor tartanunk kell a tömegtől, mert minden ilyen profétának tekintik Jánost. És így válaszoltak Jézusnak. Nem tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két gyermeke. Oda ment az elsőhöz, és így szólt hozzá. Gyermekem, menj és dolgozz ma a szőlőben. Az így válaszolt, nem akarok. De azután megbánta, és kiment. Az apa oda ment a másikhoz is, és ugyanezt mondta neki. Az így válaszolt, majd én, uram, de nem ment ki. Kettejük közül melyikük tette meg az apa akaratát? Az első, feleték. Erre így szólt hozzájuk Jézus. Úgy van, ahogy mondom nektek. A vámszedők és az utcanők előttetek mennek be az Isten királyságába. Mert János eljött hozzátok az igazságosság útjával, és ti nem hittetek neki a vámszedők és az utcanők viszont hittek neki. És ti ennek láttán sem tanúsítottatok megbánást, hogy hittetek volna neki. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy ember, egy gazda, aki szőlőt ültetett. Sövénykerítést emelt köré, ásott hozzá egy borsajtót, és épített egy őrtornyot, majd pedig bérbe a szőlőműveseknek, és elutazott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy átvegyék a gyümölcsét. A szőlőművesek azonban megfogták a szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Ekkor újabb szolgákat küldött hozzájuk, többet, mint először, de velük is ugyanezt tették. Később elküldte hozzájuk a fiát, mivel azt mondta, a fiamat tisztelni fogják. De a szőlőművesek, mikor meglátták a fiút, így szóltak egymás között: Ez az örökös. Gyerünk! Öljük meg, és vegyük el az örökségét. Majd megfogták, kidobták a szőlőből, és megölték. Nos, amikor eljön a szőlő gazdája, mit tesz majd ezekkel a szőlőművesekkel? Azok így feleltek. Ezeket a gonoszokat gonoszul elpusztítja, és más szőlőműveseknek adja bérbe a szőlőt, akik a megszabott időben át fogják adni neki a gyümölcsöt. Jézus erre így szólt hozzájuk. Soha sem olvastátok az írásokban. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez, és csodálatos a szemünkben. Ezért azt mondom nektek, elvétetik tőletek az Isten királysága, és olyan nemzet kapja meg, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ráesik, azt összemorzsolja. És amikor a főpapok és a farizeusok meghallgatták példázatait, rájöttek, hogy róluk beszél. És keresték a lehetőséget, hogy elfogják, de féltek a tömegtől, mert profétának tartották őt. Jézus pedig ismét példázatokban felelt nekik. Hasonló a mennyek királysága ahhoz a földi királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Kiküldte tehát szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Erre újabb szolgákat küldött ki, és meghagyta nekik. Mondjátok meg a meghívottaknak. Íme a legfinomabb ételeket készítettem el nektek. Ökreim és a többi hízlat jószágom le vannak vágva. Minden készen áll. Gyertek a mennyegzőre. De azok nem törődtek vele, hanem elmentek. Egyik a földjére, a másik az üzletébe. A többiek pedig megragadták a szolgáit, erőszakoskodtak velük, és megölték őket. Erre a király haragra gerjedt, Kiküldte katonáit, elpusztította a gyilkosokat, városokat pedig felgyújtotta. Ekkor így szólt a szolgáihoz. A mennyegző készen van, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki az útkereszteződésekre, és akiket csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. A szolgák pedig kimentek az utakra, és mindenkit összegyűjtöttek, akit csak találtak. Gonoszokat, jókat egyaránt. És a mennyegzői terem megtelt vacsora vendégekkel. Bejött a király is, hogy megnézze a vacsora vendégeket, és meglátott egy embert, aki nem mennyegzőz illő ruhát viselt. Így szólt hozzá: Barátom, hogy kerülsz ide mennyegzőz illő ruha nélkül? De ez néma maradt. Ekkor a király így szólt a szolgáihoz. Kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a kinti sötétségbe ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Mert sokan meghívott, de kevés a kiválasztott. Ekkor a farizeusok elmentek és tanácskozást tartottak, hogyan csalják törbe beszéddel. Majd elküldték hozzá a tanítványaikat a heródes pártiakkal együtt, és megkérdezték. Mester, tudjuk, hogy te őszinte vagy. Az Isten útját az igaz valóságnak megfelelően tanítod, és nem hagyod magad semmivel befolyásolni, hiszen nem vagy emberek személye iránt részrehajló. Mondhat meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Jézus azonban ismerte gonosságukat, és azt mondta: Miért tesztek folyton próbára képmutatók? Mutassátok az adóra szánt pénzt azok oda neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, válaszolták neki. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Amikor ezt meghallották, meglepődtek, majd ott hagyták és elmentek. Azon a napon szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt állítják, hogy nincsen feltámadás, és föltettek neki egy kérdést. Mester, Mózes azt mondta, ha valaki utódok nélkül hal meg, vegye el a fivére az asszonyt, és támaszon utódot a fivérének. Volt nálunk hét fivér. Az első megnősült, aztán meghalt. És mivel nem volt gyermeke, a fivérére hagyta a feleségét. Hasonlóan járt a második is, majd a harmadik is, egészen a hetedikig. Utolsóként mind közül aztán meghalt az asszony is. Feltámadáskor tehát. A hét közül melyiké lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt? Jézus ezt válaszolta nekik. téveljektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem pedig Isten erejét. Feltámadáskor ugyanis nem nősülnek, és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy a halottak feltámadnak, vajon nem olvastátok, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Az őt hallgató tömeget megrázta a tanítása. Mikor a farizeusok meghallották, hogy elnémította a szadduceusokat, és ők is összegyűltek ugyanott, és az egyik törvény tudójuk, hogy próbára tegye, ezt a kérdést tette fel neki. Mester, melyik a nagy parancs a törvényben? Jézus így válaszolt neki. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a nagy és legelső parancs. A második hasonlóhez. ez. Szeres embertársadat, mint önmagadat. Ettől a két parancstól függ az egész törvény és a proféták. De Jézus is feltette egy kérdést az egybegyűlt farizeusoknak. Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ők így válaszoltak. Dávidé. Jézus megkérdezte őket: Akkor hát Dávid szellemben hogyan nevezheti őt urának, mikor ezt mondja? Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad alá nem vetem. Ha tehát Dávid urának hívja őt, akkor hogyan lehet a fia? erre senki nem tudott válaszolni egy szót sem és attól a naptól fogva senki sem mert neki több kérdést föltenni. Ekkor Jézus így szólt a tömeghez és a tanítványaihoz. Az írás tudók és a farizeusok beültek Mózes székébe. Ezért mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg, és tartsátok be. De az ő tetteiket ne kövessétek. Mert ők mondják ugyan, de nem teszik meg. Súlyos nehezen elhordozható terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, ők azonban újjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden tettüket azért teszik, hogy lássák az emberek, kiszélesítik az imaszíjukat, és meghosszabbítják ruhájuk botjait, szeretik a főhelyeket a fogadásokon, az első helyet a zsinagógákban, az üdvözléseket a piac tereken és azt, ha az emberek Rabbinak szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat Rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyekben van. Tanítómesternek se hívassátok magatokat, mert egy tanítómesteretek van, a Krisztus, aki nagyobb köztetek, az legyen a szolgátok. Mert aki föl fogja magát emelni, az megaláztatik. Aki viszont meg fogja alázni magát, az fölemeltetik. De jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, hogy bezárjátok a mennyek királyságát az emberek előtt, mert ti nem mentek be de azokat sem engeditek be, akik befelé igyekeznek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felélitek az özvegyasszonyok házát, arra hivatkozva, hogy sokat imádkoztok, ezért még súlyosabb ítéletet kaptok. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert körbejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egy embert prozelitává tegyetek, és miután azzá válik, a gyehenna fiává teszitek, kétszer annyira, mint magatokat. Jaj nektek, vakvezetők, akik azt állítjátok, ha valaki a templomra esküszik, nem érvényes az. De aki a templom aranyára esküszik, az kötelezi magát. Bolondok és vakok. Hát melyik nagyobb? Az arany vagy a templom? amely az aranyat megszenteli. És azt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az nem érvényes. De aki az áldozati ajándékra, amely az oltáron van, az kötelezi magát. Bolondok és vakok. Melyik nagyobb, az áldozati ajándék, vagy az oltár, amely az ajándékot megszenteli? Aki tehát az oltára esküszik, az az oltárra és minden rajta lévőre esküszik. Aki a templomra esküszik, az a templomra és az abban lakóra esküszik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik, és az azon ülőre. Jaj, nektek képmutató írás tudok és farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok a törvény nehezebb részét, az ítéletet, az irgalmasságot és a hitet, pedig ezeket kell gyakorolni, és amazokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűrítek a szúnyogot, a tevét meg lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele van rablott dolgokkal és telhetetlenséggel. Vak farizeus tisztítsd meg először a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta lehessen. Jaj, nektek képmutató írás tudok és farizeusok, mert olyanok vettök, mint a kimeszelt sírok, melyek kívülről ugyan tetszetősek, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert sírokat építetek a profétáknak, és az igazak síremlékét díszítgetitek, miközben így beszéltek. Ha apáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérének kiontásában. Úgyhogy ti magatok tanúsítjátok, hogy a proféták gyilkosainak fiai vagytok. Ti is töltsétek be apáitok mértékét. Kígyók, viperák, ivadékai. Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől? Ezért én meg küldök hozzátok profétákat, bölcseket és írástudókat, akik közül egyeseket majd megöltök, és keresztre feszítetek. Másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek őket. Azért, hogy rátok az összes igaz vér, amelyet kiontottak a földön az igaz Ábel vérétől egészen Zakariásnak, Barakia fiának a véréig, akit a templom és az oltár között öltetek meg. Úgy van, ahogy mondom nektek, mindez erre a nemzedékre fog szállni. Jeruzsálem. Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogy a kotlós tereli a csibéit a szárnya alá, de nem akartátok. Íme lakatlanul hagyatik a házatok, mert azt mondom nektek, mostantól fogva nem fogtok látni engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében jön. És Jézus kijött a szentéből, de elmenőben a tanítványai mellé eszegődtek, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus azonban így szólt hozzájuk. Nem látjátok mindezeket? Úgy van, ahogy mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit lenne Amikor pedig az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványok, csak magukban, és megkérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek? És mi lesz a jele a te megjelenésednek és a világkorszak végének? Jézus így válaszol nekik. Vigyázzatok! Nehogy valaki tévejgésbe vigyen benneteket. Mert sokkal jönnek majd az én nevemben akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat félrevezetnek. Háborúkról kell majd hallanatok, és háborúk híreiről, de vigyázzatok! Ne essetek pánikba! Ezeknek ugyanis meg kell történniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet-nemzet ellen, királyság-királyság ellen támad majd és éhínségek, földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a szülési fájdalmak kezdete. Akkor nyomorúságnak fognak kiszolgáltatni benneteket. Öldökölnek majd titeket, és minden nemzet gyűlölni fog titeket az én nevem miatt. Ekkor sokan bűnbe esnek majd, elárulják és gyűlölik egymást. Sok hamis próféta lép fel, és sokakat félre fognak vezetni és a törvénytelenség elhatalmasodása miatt sokakban kihűl majd a szeretet. De aki mind végig kitart, az meg fog menekülni. És a királyságnak ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész lakott földön, tanú minden nemzetnek. És akkor érkezik majd el a vég. Amikor tehát látjátok, hogy a pusztító ocsmánság, amelyről Dániel próféta beszélt, szent helyen áll. Aki olvassa, értse meg. Akkor akik Júdában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztető lesz, ne jöjjön le, hogy magához vegye a házban lévő holmiát. Aki pedig a mező lesz, ne forduljon vissza a köpenyéért. Jaj a várandós és szoptatós asszonyoknak azokban a napokban. És imádkozzatok, hogy menekülésetek ne térre, és ne is szombatra essen. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz. És ha nem rövidítetnének meg azok a napok, egy test menekülne meg. De a kiválasztottakért megrövidítetnek azok a napok. És ha akkor valaki ezt mondja nektek, íme, itt van a Krisztus, vagy ott van, ne higgyétek el. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat tesznek majd, hogyha lehet, még a kiválasztottakat is félrevezessék. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát így szólnak majd hozzátok, íme a sivatagban van, ne menjetek ki s ha így, nézd, a szobában van, ne higgyétek el, mert ahogyan a villám felvillan keleten, és nyugatig ellátszik, ilyen lesz az ember fia megjelenése is. Ahol a holttest van, oda fognak gyűlni a kesejük. És rögtön e napok nyomorúsága után a nap el fog sötétedni, és a hold nem adja fényét a csillagok lehullanak majd az égről, és az egekben lévő erők megrendülnek. Akkor pedig feltűnik majd az ember fiának a jele az égen, és akkor a mellét veri majd a föld összes nemzetsége, és látni fogják az ember fiát, amint jön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel elküldi az angyalait egy nagy kürtel. Azok pedig összegyűjtik kiválasztottjait a négy szél felől, az egek egyik szélétől a másik széléig. Amikor ezek elkezdődnek, nézzetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, mert közel van a megváltásotok. Értsétek meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor bekövetkezni látjátok mindezeket a dolgokat, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Úgy van, ahogy mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Arról a napról és óráról senki sem tud semmit. Sem a mennyek angyalai, sem a fiú, hanem egyedül csak az atya. Mert amilyenek a Noé napjai voltak, olyan lesz az emberfia megjelenése. Mert ahogyan azokban a napokban az özönvíz előtt ettek és ittak, nősültek és vérhez mentek, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. És nem eszméltek föl, amíg el nem jött az özönvíz, és el nem ragadott mindent. Így lesz az ember fia megjelenésekor is. Akkor két férfi lesz a mezőn, egy felvétetik, egy otthagyatik két nő őről majd a malomban. Egy felvétetik, egy ott hagyatik. Ketten lesznek egy ágyban. Egy felvétetik, egy ott hagyatik. Legyetek hát éberek, hiszen nem tudjátok, melyik napon érkezik az uratok. Értsétek meg ezt. Ha a ház tulajdonosa tudná, hogy az éjszakának melyik órájában jön a betörő, ébren maradna és nem hagyná, hogy ez feltörje a házát. Ezért ti is álljatok készen, mert abban az órában érkezik az emberfia, mikor nem is gondolnátok. Kicsoda hát a hűséges és okos szolga, akit ura az összes cselédje fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a megfelelő időben. Boldog az a szolga, akit az ura ilyen munkában talál, mikor megérkezik. Úgy van, ahogy mondom nektek. Egész vagyonát rá fogja bízni. De ha ez a szolga gonosz, és így szólna a szívében, késik az uram, és elkezdené verni szolgatársait, a részegesekkel pedig együtt enne inna, azon a napon fog megérkezni ennek a szolgának az ura, amelyiken nem gondolta volna, és abban az órában, amikor nem is sejti, ketté hasítja őt, és a képmutatók sorsában részesül. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor a mennyek királysága ahhoz a tíz szűzhöz lesz hasonló, akik fogták a lámpájukat, és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük bolond volt, öt pedig okos. A bolondok vitték ugyan a lámpájukat, de nem vettek magukhoz olajat. Az okosok viszont olajat is vittek magukkal, az edényekben, a lámpáikkal együtt. Mint hogy a vőlegény késett, minnyáján elbóbiskoltak, majd el is aludtak. De éjfélkor kiáltás harsant fel. Íme a vőlegény, gyertek ki elé! Akkor a szüzek mind felébredtek, és rendbehozták a lámpáikat. A bolondok így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a mi lámpáink kialszanak de az okosak ezt válaszolták. Lehet, hogy nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Inkább menjetek el az árusokhoz, és vásároljatok magatoknak. De amíg azok vásárolni voltak, megérkezett a vőlegény, és akik készen álltak, bementek vele a mennyegzőre, a kaput pedig bezárták. Később megérkezett a többi szűz, és így szóltak, Uram, uram, nyis nekünk ajtót! De ő ezt felelte, úgy van, ahogy mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor jön el az emberfia. Éppen úgy van ez, mint az az ember, aki mielőtt elutazott volna, magához hívta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet mindegyiknek saját tehetsége szerint. Majd elutazott. Az a szolga, amelyik öt talentumot kapott, elment, kereskedett vele, és még öt talentum nyereségre tett szert. Ugyanígy az is, aki két talentumot kapott, még két talentumot szerzett. Az viszont, amelyik egyet kapott, elment, elásta a földbe, és elrejtette az ura pénzét. Hosszú idő elteltével megérkezett ezeknek a szolgáknak az ura, és elszámoltotta őket. És odajött az a szolga, amelyik az öt talentumot kapta, és hozott neki még öt talentumot ezekkel a szavakkal. Uram, öt talentumot bíztál rám. Nézd meg, még öt talentumot kerestem. Erre ezt mondta neki az ura. Jól van, derék, hűséges szolgám. Kevés fölött hűséges voltál, sok fölé foglak rendelni. Lép be a te urad örömébe. Oda jött az is, amely két talentumot kapott, és így szólt. Uram, két talentumot bíztál rám. Nézd, még két talentumot kerestem. Erre így szólt hozzá az ura. Jó van, de rég hűséges szolgám, kevés fölött hűséges voltál, sok fölé foglak rendelni. Lép be a te urad örömébe. Oda jött hozzá az is, aki egy talentumot kapott, és ezt mondta. Uram, kemény embernek ismertelek meg téged. Ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben elmentem, és elrejtettem a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. De az ura így felelt neki. Gonosz gyávaszolga tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Akkor hát a bankároknál kellett volna elhelyezned a pénzemet, hogy amikor megjövök, kamatos túl kapjam meg, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinél a tíz talentum van. Mert mind annak, akinek van, adni fognak még, hogy fölöslege is lesz. De akinek nincs, Attól még azt is elveszik, amilyen van. A szolgát pedig, aki nem hozott hasznot, dobjátok ki a kinti sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt minden angyal, akkor le fog ülni dicsőségének trónjára. És oda gyűjtik majd a színe elé valamennyi nemzetet. Ő pedig el fogja különíteni őket egymástól ahogyan a pásztor elkülöníti a bárányokat a kecskebakoktól, és a juhokat a jobb oldalára állítja, a kecskéket pedig a bal oldalára. Akkor így szól majd a király azoknak, akik jobb felől állnak. Gyertek, atyám áldottjai, vegyétek át örökségül a királyságot, amely nektek lett elkészítve a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és megitattatok. Idegen voltam, és befogadtatok. Ruhátlan voltam, és felöltöztettetek. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és felkerestetek. Ekkor az igazak majd így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy megitattunk volna? Mikor láttunk téged idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy felöltöztettünk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly lettél volna, hogy elmentünk volna hozzád? A király pedig ezt fogja felelni nekik. Úgy van, ahogy mondom nektek. Valahányszor megtettétek csak egyel is a e legkisebb testvéreim közül. Velem tettétek meg. És akkor így szól majd azokhoz, akik tőle balra állnak távozzatok a színem elől, ti átkozottak az örök tűzre, amely a rágalmazónak és angyalainak lett elkészítve. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem itattatok meg. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem öltöztettetek fel. Beteg voltam, fogságban voltam, és nem látogattatok meg. Ekkor majd ők is megkérdezik tőle, Uram, mikor láttunk téged akár éhezni, akár szomjazni, vagy idegenként, vagy ruhátlanul, betegen, vagy fogságban, hogy ne gondoskodtunk volna rólad? Ő pedig ezt fogja felelni nekik. Úgy van, ahogy mondom nektek, ahogyan nem tettétek meg egyel ezek közül a legkisebbek közül, úgy velem sem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. És miután Jézus befejezte mindezeket a tanításokat, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a Pészek ünnepe, és az ember átadatik, hogy keresztre feszítsék. Ekkor a főpapok és a népvénei gyűlést tartottak a Kajafás nevű főpap udvarán, és arról tanácskoztak, hogy Jézust csellel elfogják, majd megölik. De hozzátették, ne az ünnepen, nehogy zavargást törjön ki a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában tartózkodott, odalépett hozzá egy asszony, akinél egy alabástromedény volt, drága, illatos olajjal, és ezt az asztalnál fekvő Jézus fejére öntötte. Ennek láttán a tanítványok így méltatlankodtak. Mire jó ez a pazarlás? sok pénzért el lehetett volna adni, és az árát odaadni a koldusoknak. De Jézus észrevette, és ezt mondta nekik. Miért okoztok fájdalmat ennek az asszonynak? Hiszen jót tett velem. Mert a koldusok mindig köztetek lesznek, én azonban nem leszek mindig köztetek. Mert amikor ő a testemre öntötte ezt az illatos olajat, a temetésemre tette. Úgy van, ahogy mondom nektek, Bárhol hirdessék ezt az evangéliumot az egész világon, beszélni fognak arról is, amit ez az asszony tett az ő emlékére. Ekkor a tizenkét tanítvány egyike, akit Kerioti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte: Mit fizettek nekem, ha a kezetekbe adom őt? Azok pedig letettek neki harminc ezüstöt. Ettől kezdve Júdás kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján pedig a tanítványok oda mentek Jézushoz. Hol akarod, hogy elkészítsük neked a pészáki vacsorát? Jézus így válaszolt. Menjetek a városba, ehhez és ehhez az emberhez, és mondjátok meg neki, a mester üzeni. Közel van a számomra kijelölt időpont, Nálad fogom megtartani a pészákot a tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a pészáki vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus asztalhoz telepedett a tizenkettővel. Vacsora közben így szólt hozzájuk: Úgy van, ahogy mondom nektek: egyikőtök el fog árulni engem. Azok nagyon elszomorodtak és elkezdte mindegyik kérdezgetni. Csak nem én, uram. Ő így felelt nekik. Aki velem együtt mártja a kezét a tábba, az fog elárulni. Az ember fia ugyan elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak, aki által az ember fia elárultatik. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Júdás az árulója is megkérdezte tőle. Csak nem én vagyok az rabbi. Erre ő így felelt neki. Te mondtad. Miközben ettek, Jézus kenyeret vett a kezébe. Hálát adott és tört belőle, majd a tanítványoknak adta ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Fogott egy poharat is, hálát adott és oda nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindannyian. Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely kiontatik a bűnök bocsánatára sokakért. És azt mondom nektek, mostantól fogva nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, míg majd újat nem iszom veletek, atyám királyságában. Majd zsoltárokat énekelve kimentek az olajfák hegyére. Akkor pedig így szólt hozzájuk Jézus. Minnyáján megbotránkoztok rajtam ezen az éjszakán, mert meg van írva. Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Erre Péter ezt válaszolta. Ha mind meg is botránkoznak majd rajtad, én soha nem fogok megbotránkozni. Jézus így felelt neki. Úgy van, ahogy mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólalnak, akas, háromszor megtagadsz engem. De Péter ezt mondta neki: Ha meg is kell veled halnom, akkor sem tagadlak meg, semmiképpen sem. Ugyanezt állította a többi tanítvány, is mind. Ekkor Jézus a Gecsemáni nevű helyre ért velük, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni. Maga mellé vette Pétert és Zebedájhoz két fiát, és bánkódni és gyötrődni kezdett. Ekkor így szólt hozzájuk. Nagyon szomorú a lelkem, egészen a halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok velem. És egy kisé arrébb ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el engem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Majd visszatért a tanítványokhoz, és alva találta őket. Így szólt Péterhez. Ennyire nem volt erőtök egy órát se velem. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy megpróbáltatásba ne kerüljetek. Mert a szellem ugyan készséges, de test erőtlen majd másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehetséges, hogy ez elkerüljön engem, hogy ne kelljen kiinnom, akkor legyen meg a te akaratod. Utána visszatért, és ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, ismét odébb ment, és harmadszor is imádkozott, ugyanezekkel a szavakkal. Akkor visszatért tanítványaihoz, és ezt mondta nekik: Aludjatok csak most már, és pihenjetek. Íme elérkezett az óra, és az emberfia átadatik a bűnösök kezébe. Keljetek fel, menjünk. Íme megérkezett az árulom. Még beszélt, amikor Íme megjelent Júdás, a tizenkettő egyike, és vele egy nagy tömeg kardokkal, botokkal fölfegyverkezve, akiket a főpapok és a népvénei küldtek. Árulója ezt a jelet adta meg nekik. Akit majd megcsókolok, az ő, azt fogjátok el. Júdás mindjárt odalépett Jézushoz, és így szólt. Üdvözöllek, rabbi! És megcsókolta. Jézus pedig ezt felelte neki. Barátom, ezért jöttél? Ekkor odalépve hozzá megragadták Jézust, és erőszakkal elfogták. És íme a Jézussal lévők egyike kinyújtotta a kezét, előrántotta a kardját, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert mindaz, aki kardot ragad, kard által pusztul el. Vagy azt gondolod, hogy nem tudom megkérni atyámat, és nem fog mellém állítani azonnal tizenkét légiónyi angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesedhetnének be az írások, hogy így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami bűnöző ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és husángokkal, hogy elfogjatok. Naponta a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. De mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Elfogói Jézust kajafáshoz, a főpaphoz vitték, ahol az írástudók és a vének összegyülekeztek. Péter pedig távolról követte őt egészen a főpap udvaráig. Be is ment oda, és a szolgák között üldögélt, hogy lássa a dolog kimenetelét. A főpapok pedig, és az egész nagy tanács, hamis tanú bizonságot kerestek Jézus ellen, hogy halára ítélhessék. De nem találtak. Hiába állt fel sok hamis tanú. Aztán mégis előálltak ketten, akik ezt állították. Ez azt mondta. Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. A főpap ekkor fölállt, és ezt kérdezte Jézustól. Semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? De Jézus hallgatott. Erre a főpap így szólt hozzá. Esküvéssel kényszerítelek az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így válaszolt neki. Te mondtad. De azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok majd az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön majd az ég felhőin. Ekkor a főpap megszaggatta köpenyét, és így szólt. Káromlást mondott. Mi szükségünk van még tanukra? Íme most meghallottátok a káromlást. Mi a véleményetek? Azok így feleltek méltó a halálra. Ekkor az arcába köbdöstek, és ököllel ütötték, egyesek pedig bottal verték ilyen szavak kíséretében. Profétáld meg nekünk, te Krisztus, hogy kiütött meg. Péter pedig kint üldögélt az udvaron, amikor odament ment hozzá szolgáló lány, és így szólt. Te is a Galileai Jézussal voltál. Péter azonban Mindenki előtt megtagadta, mondván, nem tudom, miről beszélsz. Majd kiment a kapuba. Ott meglátta őt egy másik szolgáló lány, aki ezt mondta az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Péter ezúttal esküttéve ismét megtagadta. Nem ismerem azt az embert. Kicsit később odaléptek hozzá az ott állók, és így szóltak. De bizony, te is közéjük tartozol. Hiszen a beszéded is nyilvánvalóan elárulja. Ekkor elkezdett átok alatt tenni. Nem ismerem azt az embert. És azonnal megszólalt a kakas. Ekkor Péternek eszébe jutottak Jézus szavai. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Ekkor kiment, kint pedig elkezdett. Keservesen sírni. Kora reggel tanácsot tartottak Jézus ügyében a főpapok és a népvénei mindannyian, hogy halára ítéljék. Azután megkötözve elvezették és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Ekkor Júdás, az árulója, látva, hogy elítélték Jézust, megbánta, amit tett, és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek eszavakkal. Bűnt követtem el, amikor ártatlan vért árultam el. De azok ezt válaszolták. Mi közünk hozzá. A te dolgod. Ő pedig a pénzt behajította a templomba, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték a pénzt, és ezt mondták. Ezt nem szabad az áldozati ajándékok közé tenni, mert a vérnek az ára. Tanácskozást tartottak, és megvették rajta a fazekas mezejét temetőnek az idegenek számára. Ezért hívják azt a mezőt vérmezőnek a mai napig. Ekkor teljesedett be, ami megmondatott Jeremiás próféta által, és elvették a harminc ezüstöt, azt az árat, amelyre Izrael fiai becsülték őt, és a fazekas mezeire adták, ahogy nekem az Úr parancsolta. Jézus pedig a helytartó elé állították. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidó királya? Jézus ezt válaszolta: Te mondod. Amikor pedig a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Pilátus megkérdezte tőle: Nem hallod, mennyi mindent hoznak föl ellened? De ő egy szóval sem felelt neki úgyhogy a helytartó nagyon meglepődött. Az ünnepeken azonban szokása volt a helytartónak, hogy egy foglyot szabadon engedett a tömegnek, akit ők kívántak. Volt akkor egy hírhet fogjuk, akit Barrabasnak hívtak. Amikor tehát a nép összegyűlt, megkérdezte tőlük Pilátus. Mit akartok? Kit bocsások el nektek szabadon? Barrabaszt vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tisztában volt vele ugyanis, hogy irítségből adták át őt. És miközben Pilátus a bírói emelvényen ült, felesége küldött hozzá ezzel az üzenettel. Semmi dolgod ezzel az igaz emberrel. Sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének pedig rávették a népet, hogy bárrabaszt kérjék ki. Jézus pedig veszítsék el. És a helytartó megkérdezte tőlük. Melyiket akarjátok, hogy szabadon bocsássam nektek? Azok ezt válaszolták. Barabbaszt. Pilátus megkérdezte tőlük. Akkor hát mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Minnyáján ezt válaszolták. Feszítessék keresztre. Pilátus erre megkérdezte. Miért? Mi rosszat tett? De azok csak annál hangosabban kiáltoztak. Feszítessék keresztre! Ekkor látta Pilátus, hogy semmit sem segít, hanem csak még nagyobb zavargás lesz. Ezért vizet hozatott, a tömeg szem előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ettől a vértől, a ti ügyetek! Erre az egész nép ezt válaszolta: Szálljon a vére mi ránk és gyermekeinkre! Pilátus ekkor szabadon engedte nekik Barabbaszt. Jézus pedig megostoroztatta, majd átadta, hogy feszítsék keresztre. Akkor a helytartó katonái átvitték Jézust a helytartói palotába, és az egész osztagot oda gyűjtötték hozzá. Levetkőztették, skarlátvörös köpenyt adtak rá. Tövis koszorút fontak, és a fejére helyezték. Nátszálat tettek a jobb kezébe, majd letérdeltek el, és így gúnyolódtak vele. Üdvözlünk zsidó királya! Aztán leköbdösték, majd megfogták a nádat, és a fejét verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, és a saját ruhájába öltöztették. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. kifelé menet találtak egy Simon nevű, kürénéi embert. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Végül a Golgota nevű helyre értek. Ez azt jelenti, hogy koponya, hegye, és keserű itallal kevert bort adtak neki. De miután megízlelte, nem akarta meginni. Ezután keresztre feszítették. A ruháit kisorsolták egymás között, majd leültek, hogy őrizzék. A feje felé pedig felírták elítélése okát: Ez Jézus, a zsidók királya. Ekkor két bűnözőt is keresztre feszítettek vele együtt, egyiket a jobbján, másikat a baján. A mellette elmenők pedig a fejüket csóvá vagy alázták. Te! aki lerombolod a templomot, és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, Vegyél le ő a keresztről. Hasonlóan gúnyolódtak rajta a főpapok is az írás tudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megszabadított, saját magát nem képes megszabadítani. Ha ő az Izrael királya szálljon le most a keresztről, és hinni fogunk benne. Istenben bízott, szabadítsa meg most őt, ha akarja. Hiszen azt állította, Isten fia vagyok. Így szidalmazták őt a vele együtt megfeszített bűnözők is. Hat órától kilenc óráig pedig sötétség borult az egész földre. Három óra körül Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lamma, szabaktáni. Azaz, Istenem, Istenem, miért hagytál el? Az ott állók közül némelyek, mikor meghallották ezt, megjegyezték. Ez illést hívja. Egyikük tüstént odafutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, és nátszára húzva azt megítatta. De a többiek azt mondták, hagyjad, hadd lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig egy újabb hangos kiáltással kibocsátotta szellemét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Földrengés támadt, a sziklaszértek meghasadtak, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Ezek az ő feltámadása után kijöttek a sírokból, és bementek a Szentvárosba, ahol sokaknak megjelentek. A százados pedig, és akik vele együtt őrizték Jézust, mikor látták a földrengést, és ami történt, nagyon megrettentek, és ezt mondták, ez valóban Isten fia volt. Több asszony is jelen volt, távolról figyelve a történteket, akik Galileából követték Jézust és szolgálták. Köztük volt a Magdalai Mária, Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedájos fiainak az anyja. Amikor beesteledett, egy gazdag, arimatiai ember, József, aki maga is Jézus tanítványa volt, bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holtestét. Ekkor Pilátus parancsot adott, hogy adják ki neki. József pedig fogta Jézus testét, tiszta lepelbe csavarta, és befektette egy új sírhelyre, amelyet magának vágatott a sziklába. Egy nagy követ görgetett a sír bejáratához, majd elment. A magdalai Mária és a másik Mária pedig ott ültek a sírral átellenben. Másnap, az előkészület utáni napon a főpapok és a farizeusok Pilátushoz gyűltek, és így szóltak hozzá. Urunk, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló, amikor még élt, ezt mondta. Három nap elteltével feltámadok. Ezért parancsolt meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy oda menjenek a tanítványai, ellopják, és aztán azt mondják a népnek. Feltámadta halottak közül. És így ez az utolsó hazugság rosszabb legyen az elsőnél is. Pilátus ezt válaszolta nekik. Van őrségetek, eredjetek és őrizzétek, hogy tudjátok. Azok pedig elmentek, őrséggel biztosították a sírt, és a követ is lepecsételték. A szombat elmúltával a hét első napjára véradó reggelen a Magdalai Mária és a másik Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengést támadt. Ugyanis az úrnak egy angyala leszállt az égből, odament, és elgördítette a követ, és azon ült. Arca olyan volt, mint a villám, ruhája pedig hófehér. Az őrök remektek a tőle való félelem miatt, és olyanok lettek, mint a halottak. Az angyal megszólította az asszonyokat. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek. Nincs itt mert feltámadta, hogy megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Aztán menjetek el gyorsan. Mondjátok el a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és íme előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok. Íme elmondtam nektek. Azok pedig sietve otthagyták a sírt félelem, és nagy öröm közepette, és elfutottak, hogy hírt vigyenek a tanítványainak. Ekkor íme Jézus jött velük szembe, és így szólt: Üdvözöllek benneteket! Azok odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor ezt mondta nekik: Ne féljetek! Eredjetek! Mondjátok el a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott majd meglátnak! Amikor az asszonyok eltávoztak, íme az őrségből néhányan bementek a városba, és mindent jelentettek a főpapoknak, ami történt. Azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd nagy pénzösszeget adtak a katonáknak ezekkel a szavakkal. Mondjátok azt! A tanítványai az éjjel eljöttek, és ellopták, amíg mi aludtunk. Ha pedig a helytartó fülébe jut, mi majd meggyőzzük őt, nem lesz ezzel gondotok. Azok pedig átvették a pénzt, és úgy tettek, ahogyan tanították őket és ez a beszéd terjedt el a zsidók között mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, amelyet Jézus megjelölt nekik. És amikor meglátták, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Menjetek hát, Tegyetek tanítványá minden nemzetet, merítsétek alá őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevére, és tanítsátok meg nekik, hogy őrizzék meg mindazt, amit megparancsoltam nektek. Én pedig íme közöttetek vagyok minden nap, a világkorszak végéig. Ámen.